Nyicsenkóhoz pattan vissza, Nyicsenkó, lengyel, Bírók Szabolcs, és egy öngól! Úristen, micsoda öngól! Szinte hihetetlen, Tokodi! Hát, ennek a gólnak a története, ha bár most nem fog neki örülni, mert ugye mi gyerekkori barátok vagyunk, és együtt nőttünk fel az utánpótlás csapatokban. Én emlékszem, hogy a Szlezák Zolival cserék voltunk, de már mind a ketten melegítettünk, pont amellett a kapu mellett, ahol ezt az öngolt rúgta. És az első reakciónk az, ugye az volt, azon kívül, hogy láttuk, hogy az mindenki le van sokkolódva a stadionba. Mi pedig, ha jól emlékszem, felhúztuk a kabátot a fejünkre, és annyira röhögtünk, hogy nem bírtunk tovább melegíteni. Úgyhogy egy 5 percbe telt, mire abba bírtuk hagyni a röhögést, úgyhogy egyébként ezzel 2-1-re vesztésre álltunk ezzel a góllal, de nem bírtuk abba hagyni a röhögést, és én még azt hiszem, hogy amikor mentem cserélni a Tibit, még akkor is röhögtem. Majd utána szerencsétlenségére hétfőn mentünk az utánpótlás válogatottba, és 5-en voltunk újpestiek akkor a keretben, és pont az MTV1, azt hiszem, kim volt ugye az összetartáson, és mindannyiunkat megkérdeztek ugyanígy ezzel a góllal kapcsolatban, és csak az én interjúm nem került be, mert amikor elmondták, hogy miről akarnak beszélni, akkor én úgy röhögtem a kamerába, hogy nem bírtam beszélni, és akkor mondták, hogy jó, akkor én menjek, mert ez így nem lesz jó. És ugye hát utána visszaül az asztalhoz, kérdezték a többiek, hogy hát és te mit mondtál róla? Mondtam, hogy én semmit, mert annyira röhögtem, hogy be kellett fejezni az interjút. Úgyhogy ez több szempontból is érdekes gól volt. Terjék, jó a csel, Terjék, még egyszer, Terjék, gól! Mekkora csere volt, és milyen gólt lőtt ez a fiú, kedves nézőink! 3-1! Kárpit elfekteti, jön Kis, ott is egy csel, és szinte az alapvonalról. Gyönyörű gól! Bravo, Terjék! Tőled fogok idézni, ezt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak 2017-ben. Túl gyorsan jöttek a sikerek a pályafutásomban, mert 1998-ban 17 évesen már ott voltam a bajnok Újpest keretében, 19 évesen stabil kezdőjátékos voltam, gólt rúgtam a Ferencvárosnak, eljutottam az utánpótlás válogatottig, voltam felnőtt válogatott kerettag, mindez kicsit elszédített, nagyképűvé tett. Ennyi év távlatából már elmondhatom, minden baj okozója én magam voltam. A nagy számnak, az állandó pofázásomnak köszönhetem, hogy nem lett belőlem sokszoros válogatott, sikeres futballista, mert a tehetségem megvolt, ezt talán szerintelenség nélkül mondhatom. De nem volt meg mellé a megfelelő ész és intelligencia. Ha valami nem tetszett, visszapofáztam, kiabáltam, reklamáltam. Idézet vége. Hát ritka őszinte és önkritikus gondolatok voltak ezek. Ehhez szerintem nem vagyunk hozzászokva a magyar fociban. És azt kérdezném tőled először, hogy mondhatjuk rá, hogy szuper tehetség, tékozló fiú, ezek a jelzők szerintem végig kísérhettek az életedben. Hogy vagy ezekkel a kifejezésekkel? Esetleg unod már ezeket, hogy mindig ezek jönnek elő veled kapcsolatban? Nem, most már nem érdekel. Régebben még foglalkoztatott ez a dolog, akkor nem esett jól, mert nem gondoltam soha azt, hogy én tékozló fiú lennék, vagy egy olyan ember, akivel nem lehet együtt dolgozni. Voltak olyan edzőim, akik megtalálták azt a bizonyos gombot, amivel ugye csatarendbe lehetett engem állítani, de nagyon sokan a rossz oldaláról fogtak meg, és sajnos vagyok annyira makacs ember, hogyha
hogyha az elején nem indult jól a kapcsolatom valakivel, akkor ráadásul skorpió is vagyok, úgyhogy az egy nem túl szerencsés kombináció lett utána. Úgyhogy nem, most már nem foglalkoztat ez a dolog. Tisztában vagyok azzal, hogy a pályafutásom elején milyen hibákat követtem el, de mindezek a hibák egyébként pont oda vezettek, hogy sokszor szoktam azt mondani, hogy a pályafutásomat fel kellett áldoznom azért, hogy esetleg jó vezető lehessek, hogy el tudjam mondani a játékosaimnak azt, hogy mit ne csináljanak, és nem csak hallomásból, hanem tapasztalatból, mert én ezeket mindet elkövettem, úgyhogy nem, utólag nem bánom. Természetesen tapasztaltabb fejjel másképp csinálnék dolgokat, más döntéseket hoznék, de bánni semmiképpen nem bánom. Vendégünk tehát Terjék Lajos, a 2000-es évek magyar labdarúgásának talán legtehetségesebb játékosa, az Újpest, a Videoton és a ciprusi futballszurkolók kedvence, és kis személyes élmény, hogy az egy gyermekkori nagy kedvencem is, akinek a góljait videókazettára vettem, és a VHS szalagot rongyosra néztem akkoriban. Köszöntelek a műsorban, Lajos, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Kíváncsi lennék, hogy mit gondoltál arról, amikor ezzel az üzenettel megkerestelek, és hogy mennyire gyakran keresnek téged mostanában Magyarországról újságírók, hogy így a futballista dolgaidról beszélgessenek veled. Én is köszöntök mindenkit. Nagyon örültem magának a lehetőségnek, nem csak azért, mert nem nagyon keresnek igazából Magyarországról mostanában, hanem azért is, mert egyrészt örültem annak, hogy a kedvenc gólod, ugye a 99-es gólom, az nekem egy nagyon-nagyon meghatározó gól volt az életemben, ugye az első osztályú gólom, úgyhogy örültem, illetve mindig nagyon szívesen állok az ilyen felkérések elé, úgyhogy boldog voltam. Az, hogy ebből interjú lett, és nem csak a gólról beszélek, az külön öröm számomra. Biztosan vannak a nézőink közül, akinek Terjék Lajos így név alapján talán elsőre nincs meg, de azért aki a YouTube-on vagy a Google-on beüti a nevét, akkor már biztos, hogy talán a találatokat és kifejezetten szép gólokat is. Mégis egy rövid életutat mondanék így az interjúnk előtt, hogy mindenki kerüljön képbe Lajossal. 1980. október 29-én született, tehát 41 éves, Budapesten született, a magassága 180 cm-nek írja itt az egyik weboldal. Ez igaz egyébként? Szerintem igen, ha bár az magasabbnak tűnik, mint amit én gondolok. Úgyhogy szerintem kisebb vagyok, de legyen 180, az jól hangzik. Oké. Az Újpest utánpótlásában nevelkedett, és járta végig a Szamárlétrát, és az Újpestben mutatkozott be az Újpest felnőtt csapatában 1999-ben, a 2001-ig erősítette a Lilafehérek táborát, utána a Fehérvárhoz igazolt 2 évre, aztán az izraeli első osztályban. Volt egy rövid kitérője a német Bundesliga másodosztályú Karlsruhe RSC-ben, majd ezután Ciprusra vette az irányt, ahol ciprusi első és másodosztályú klubokban játszott. Ismét egy rövid magyarországi kitérő következett a Nyíregyháza csapatánál, majd a Fehérvár csapatánál, és végül a 2007-től ismét ciprusi első és másodosztályú csapatokban játszottál, és 2017-ben tudomásom szerint egy ciprusi harmadosztályú csapatból vonultál vissza, és még egy aspektus van, amit bemutatnék a nézőknek, az utánpótlás válogatottban U17-től kezdve az U18-ban, és az U21-ben is pályára léptél, az U21-ben 5 mérkőzésen egyébként 2 góllal zártál, és ahogy már az első, a kezdeti idézetben is benne volt, a felnőtt válogatott keretig jutottál. Játékos pályafutásról nagyjából ennyit, és sportvezetőként dolgozol azóta. 2017-18-ban az MB2-es Dorog FC-nek voltál sportigazgatója, 19 és 21 között sportigazgatóként az MB3-as Esztergom FC-ben, és most pedig, ha jól tudom, akkor egy ciprusi alacsonyabb osztályú csapatnál dolgozol, mint edző. Ez melyik osztályban játszik ez a csapat, és milyen edzői feladataid vannak most itt? Igazából ez két dologból tevődik össze. A város, ahol élek, Paralimni, az egy első osztályú csapat. Ennek az akadémiáján dolgozom, mint akadémia edző.
ugye a grassroots korosztályoknál 5-től 13 éves korig, illetve van egy felnőtt csapatom, az pedig a Paralimni fiók csapata, ők pedig negyedosztályúak, úgyhogy ott mint vezetőedző próbálom ki magam. Ha jól tudom, és nagyjából itt zárom is akkor a rövid karrierbemutatást, ha jól tudom, akkor most is jelenleg is, ahogy mondtad, Cipruson dolgozol, és Cipruson is élsz, ugye? Hány éve is most már így összesen? Fú, hát most már jó régóta, körülbelül annyi időt töltöttem Cipruson, majdnem, mint amennyit Magyarországon. 2004-ben kerültem ide először, 2004 decemberében, és ugye utána egyszer még a Videótonnál, ugye 2006-7-ben voltam, és ugye 2007-től 17-ig még a karrierem alatt is ugye itt. Hát most már szerintem egy 13-14 éve biztos megvan az időszak, amit itt töltöttem. Van állampolgárságod is esetleg? Nincs, de lehetne. Egyelőre még azért nincs, mert lusta voltam elintézni, de lehetne, tehát 7 év itt tartózkodás után lehet igényelni, úgyhogy ez bőven megvan. Szerint a feleségemnek meg a lányomnak előbb lesz, mert ők forgalmasabbak, úgyhogy de egyébként lehetne. És ugye, ha jól tudom, a feleséged is egyébként hiába ismerkedtetek meg Cipruson, ő is magyar. Így van. Oké, nos, hát kanyarodjunk akkor vissza az újpesti futball időkhöz, a kezdetekhez. Jellemzően az újpesti dolgokat érintjük, mélyebben viszont bele fogunk menni majd más témákban is. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy én úgy tudom, hogy nagyon érdekes sztoria van annak, hogy te hogyan kerültél az Újpest ifi csapatában, mert hogy neked édesapád egyébként a Vasasban játszott, és a Vasas második csapatáig jutott. Elmesélnéd ezt, hogy hogyan is lettél te Újpest futballista, ifistaként? Igen, hát akkor még ugye a Serdülőnek hívták az utánpótlást, ahol elkezdtem, és talán a legalja az valójában Serdülő hét környéke lehetett. 6 éves voltam, amikor az Újpest utánpótlásába kerültem. Egy egészen banális történet. Kint voltunk a családdal a Tungsram strandon, ugye, ami egy ikonikus helye volt Újpestnek anno, és Schumann Péter ismerte édesapám, és ő is ott volt a fiával, és megkérte édesapám őket, hogy játszunk egy barátságos meccset, így 2-2, erre a fiával, és ugye édesapám pedig velem. És ott annyira jól ment a játék, hogy Peti bácsi mondta, hogy ugyan le édesapám másnap edzésre. És hát nagyjából innen kezdődött az én újpesti karrierem, ha bár az első edzésem után szerintem többen abbahagyták volna a futballt, mert egy órán keresztül annyi volt a dolgom, hogy a bolyák között passzolgassam a labdát, és közlekedjek egy órán keresztül, úgyhogy nem mondom, hogy az egyik kedvenc edzésem volt, de megcsináltam szó nélkül, akkor még. Úgyhogy ez az én kezdetem Újpesten. Oké, 98 tavaszán kerültél fel a felnőtt csapatának a keretébe. Én mégis arra lennék kíváncsi, hogy előtte egy kicsit visszagondolva, hogy mi volt az a pont, vagy mikor volt az, hány éves voltál kb. És mi történt akkor, amikor te ezt így biztosan tudtad, hogy belőled NB1-es futballista lesz? Szerintem ez már nagyon korán kialakult bennem, pont édesapám miatt, mert ugye ő profi futballista szeretett volna lenni, de ugye a sérülés ebben megakadályozta. Én viszont azt hiszem, hogy amióta az eszemet tudom, futballista akartam lenni, tehát ez már nagyon-nagyon korán kialakult nálam. Amikor lehetett, akkor futballoztam, és nagyon mással nem is lehetett lekötni, ahogy visszaemlékszem a fiatal éveimre, úgyhogy talán ez is, ami most hiányzik a mostani fiatalokban, hogy minden percüket a futballal töltsék, akkor valószínűleg több tehetséges és jó mentalitású játékos jutna el külföldre, ha bár ebben most azért azt gondolom, hogy egyre jobban állunk. De
De én személy szerint már nagyon-nagyon korán tudtam, hogy én nem lehetek semmi más, csak futballista. Édesapám próbált óvni mindig, hogy na, de hát fiam, hogyha egy sérülés bejön, akkor abba kell hagynod a futballt, és mondtam, hogy nem fogok megsérülni, hogy futballista leszek, úgyhogy nem érdekel semmi más. És hamar kiderült, hogy jobb vagy valamilyen bizonyos képességekben felé nősz a kortársaidnak. Nyilván ugye azért kerültél oda, és valakik nem, tehát adja magát a válasz, hogy igen, de hogy ez neked is feltűnt, ezt te is érezted? Én azt gondolom, hogy minden tehetséges játékos, és ugye itt majd mondok egy kis műhelytitkot, minden tehetséges játékos érzi magáról, hogy tehetséges. Maga a közösség is mindig úgy kezeli ezeket a játékosokat, hogy igen, ők azok, akik majd a hátukon viszik a csapatot, úgyhogy ezt éreztem én is egész fiatal koromtól kezdve. De pont ez a probléma velünk tehetségesebb játékosokkal, hogy mi tudjuk azt, hogy az átlagnál jobbak vagyunk, és ezért általában a tehetséges játékosok sosem jutnak el olyan karrier, sosem futnak be olyan karriert, mint amit befuthatnának, mert nincs meg bennük az a mentalitás, hogy még jobbak legyenek. Nagyon kevés emberben van meg ez. Amíg ugye azok a játékosok, akik kevésbé tehetségesek, viszont jó mentális állapotban vannak, és képesek sokkal többet dolgozni, ők sokkal többre szokták vinni, mint a tehetséges játékosok. Úgyhogy igen, ez ebbe a hibába én is belefutottam fiatal koromban. Említettél egy műhelytitkot, hogy majd ezt megosztod velünk. Ez később lesz, és megígéred, hogy nem fogod elfelejteni, vagy inkább beszéljük meg most, hogy tudja, nem felejtsük el. Nem fogom elfelejteni, úgyhogy megosztom majd. Oké, szuper. Nos, hogy akkor ugye említettem is, 98 tavaszán kerültél fel az Újpest felnőtt csapatába. Ugye erre biztos minden Újpest szurkoló, de valószínűleg a többi csapat szurkolója is emlékszik, hogy máig ez az utolsó bajnok csapat az Újpestben. És egyébként kis apróság, hogy én 98-tól 14 éves korom óta figyelem vidéki, Borsodabó-Izenplén megyei kisrácként a magyar focit, és én ebbe a bajnok csapatba szerettem bele, és utána váltam óriási szurkolójával a klubnak. Éppen azért lenne egy pár kérdésem erről a csapatról, hiszen nekem ők a nagy bálványaim, hogy ki volt itt az a játékos, akire te nagyon felnéztél, miért pont rá, és ha egy pár olyan sztorit mesélnél nekünk azokból az időkből, azért biztos én is, és nagyon sok nézőnk hálás lenne neked. Oké. Az a csapat tényleg egészen különleges volt. A szertárostól a csatárig, tehát annak a csapatnak minden része a helyén volt. Nagyon-nagyon jó játékosaink voltak, és abba a csapatba felkerülni, vagy bekerülni, hát az egy fantasztikus érzés volt, nem csak nekem, hanem az utána jövőknek is, akik ugye később, de még egy-két éven belül bekerülhettek ebbe a csapatba. Nem sok reményünk volt arra, hogy stabil kezdők legyünk. Itt többszörös válogatottakról beszélünk, több száz első osztályú mérkőzést lejátszott játékosokról. Ugye, ha itt most azt lezágzolít, hogy a Weber Gyuriról beszélek, akkor ők már, nem is tudom, legalább 10 éve Újpest játékosok voltak, és ugye én még annó labdát szedtem nekik, és egészen szürreális volt az, hogy most ők a csapattársaim. Úgyhogy az eleje az egy picit megszeppent volt, de ez nagyon hamar elmúlt, és pont a karakterem miatt. Egyébként lehet, hogy pont emiatt fogadtak el olyan gyorsan, nem csak azért, mert Újpest nevelés is voltam, hanem képes voltam bárkinek, hogyha beszólogattak nekem, akkor képes voltam bárkinek visszaszólni, tehát a Szlezák Zolit a Weber Gyuriig, és valószínűleg szerették azt, hogyha egy fiatal tökös, és ezért nagyon-nagyon hamar befogadtak. Hát sztorit, nem tudom, hogy tudok-e olyat mesélni, ami tűri, hát, tűri a nyomdafesteket. Igen, amit le tudnátok adni, de megpróbálok.
Talán az első olyan emlékem arról a csapatról, ami szenzációs volt, az egyik edzéshez, egy edzés előtt történt. Már ott volt az egész csapat, és a Várhidi Péter, a vezetőedző is ugye benn volt az öltözőbe. Éppen el akarta mondani a napi dolgot, hogy mit fogunk edzeni, de hát a Gyuri szokás szerint éppen sztoriban volt. A Weber Gyuri. Úgyhogy Weber Gyuriról beszélünk, igen. Éppen sztoriban volt, tehát állt az öltöző közepén, és a fotbalista sztoriait, az élményeit mesélte, úgyhogy mindenki annyira röhögött, a Péter is egyébként, hogy nem tudtunk kimenni edzeni, körülbelül fél órával később indultunk ki, mert addig mondta már neki a Péter, hogy hát Gyuri, ki kéne mennünk, mondta, jó, csak még egy történetet, még egy történetet, még egy történetet, úgyhogy mire befejeztük, addigra fél órát késett az edzés, de ez egy olyan élmény volt, amit idáig nem tapasztaltam öltözőbe, tényleg fantasztikus hangulatot, nagyon-nagyon szerettem azt a csapatot, nagyon-nagyon szerettem ezt a 98-tól 2001-ig tartó időszakot az életemben, nem csak azért, mert újpesti voltam, és abban a csapatban játszhattam, ami mindig az álmom volt, hanem maga egy nagyon-nagyon összetartó és jófej társaságba kerültem, úgyhogy így könnyű volt beilleszkedni. Hát igen, ezek legendás, csapatlegendás játékosokkal, azt mondtam, álmából felkelve fújja még ma is a Bíró Szabolcssal felálló Sebő Kiskapusi Tamási, Fehér Csabi, Tóth Norbi, Pető, Korsós, Kovács, Herceg, Weber, Jenei, hát nem volt egy rossz csapat. Nem, én pont az ötödik voltam azt hiszem a sorban, és egy 1000 darab első osztályú meccs volt előttem, kb. Úgy, ugye csatár szinten, Kovács Zolival, Eszenyi Dinivel, Gorán Koponovics, Korsós, Ati, Herceg, Miki, akkor így a hatodik, mert ugye Dinit elfelejtettem, de hatodik voltam a sorban, úgyhogy nem volt könnyű beverekedni magad. Hát ugye aztán a bajnok csapat után jött a maga az az időszak, amit ugye senki nem várt, hogy pénzügyi problémák lesznek, és nagyon sokan elmentek a csapattól, és kénytelenek voltak hozzánk nyúlni fiatalokhoz, de azt hiszem, hogy ezt egy fél éven belül nem bánták meg, mert azok a fiatalok, akik annó akkor bekerültek a keretbe, és elkezdtek játszani, elég jól helytáltak. Igen, és nagyon jól fel is vezetted a következő kérdésemet, mert 98-ban volt az, hogy 10 darab saját nevelősű játékos került fel a csapatba, és rajtad kívül elég, ha olyan neveket mondok, és ez biztos, hogy meg lesz még a mai generációnak is, hogy Lőv Zsolti, Szélesi Zoli, Tokodi Tibi, de ugye Kovács Balázs, Kerényi Norbi, mindekkor kerültek a csapathoz, és te rájuk utaltál az előbb, igen, hogy nem bánták meg, hogy mély vízbe kellett dobni a fiatalokat. De egy olyan kérdésem lenne, kicsit kikanyarodva a múltból a jelenbe, hogy lehetett szerinted az, hogy 98-ban 10 darab saját nevelésű játékos kerül a klubhoz, és ott vannak ezek az emberek. Oké, hogy kényszerhelyzet volt, és hozzájuk kellett nyúlni, de mégis ott volt 10 ember, aki ezt tudta hozzá nyúlni. Ma pedig egy-két évente jön fel az Újpest csapatába egy-egy saját nevelésű játékos, ugye Csongvait vagy Katonát tudnám most az elmúlt évekből említeni. Miben volt másabb az az időszak, hogy ennyi tehetségünk volt? Hát, talán itt jöjjön be az a műhely titok, amit mondtam. Okay. Ez most itt akkor így belevág ebbe a kérdésbe. Nem akarom azt mondani, hogy nem voltunk elkényeztetve, de talán igaz ez a dolog is. Ugye ma, és félreértésnek ne esek, örülök annak, hogy ilyen körülmények között készülhetnek a srácok, mert ez egy fontos része egyébként annak, hogy futbolistákat neveljünk, de mégis kényelmessé teszi őket az, hogy tudják azt, hogy ha felkerülnek a felnőtt csapathoz, milyen lehetőségeik vannak, milyen lehetőségeik vannak pénzügyileg, már az első perctől kezdve,
és sokan nem is a futballt szeretik, hanem azt, ami vele jár. És amíg nem vagy szenvedélyes abban, amit csinálsz, addig nem tudsz kiemelkedően teljesíteni. És ugye itt a műhelytitok, amit mondtam, Esztergomban voltam, és szerettem volna újjáépíteni a felnőtt csapatot, akkor mint sportigazgató. A legkézenfekvőbb természetesen az volt, hogy körbenézek Újpesten, ha már ugye a múltam is, megvan a kapcsolataim is, megvannak hozzá, és megpróbáljam ott az ottani fiatalokat, akiknek még nem volt lehetőség ugye a felnőtt csapathoz kerülni, de szerették volna már kipróbálni magukat felnőtt szinten, hogy jöjjenek le hozzánk, és megkapják a lehetőséget. De hát azzal kellett szembesülnem sajnos, hogy még a megyei osztályra sem voltak felkészülve. Egész egyszerűen, még a tudásban ott is lettek volna, fejben annyira gyerekek voltak még, képtelenek voltak nyomást kezelni, tehát abban a pillanatban, hogy egy pici nyomást tettünk rájuk, ugye a felnőtt bajnokság kapcsán összeomlottak, tehát igazából, ez most rosszul fog hangzani, de sokszor a mérkőzés után dicsérni kellett a szart. Azért, hogy nehogy összeomlás legyen a vége. Tehát volt olyan, aki sírva fakadt. Azért, mert egy mondjuk hangosabb szóval rá mertem szólni. Hát én nem mondom el most, mert ez sem tűrne nyomdafestéket, hogyha mondjuk fél méterrel a Weber Gyuri mellé passzoltam 17 évesen, akkor én mit kaptam tőle. És ezt, ha elmondom nekik, akkor ugye itt most már jövünk a jogainkkal, meg hogy beszélsz, meg hogy így már nem lehet. Nem tudom, melyik volt a jobb módszer, de attól tartok, hogy inkább ez a 80-as évekbeli nevelés volt, az jobban felkészített az életre, mint a mostani, ahol ugye mindenkinek joga van mindenhez. Ezért voltunk valószínűleg mi készebbek arra, hogy játszunk, mert hát ez is rosszul fog hangzani, mert úgy fog hangzani, hogy utca gyerekek voltunk, de utca gyerekek, igen, de jó értelemben, tehát tökös volt az a társaság, és ezért tudott futballozni, ezért tudott egyik pillanatra a másikra váltani, játszani, nyomást kezelni egy olyan csapatba, ahol eredményeket vártak minden évben. Hát tök érdekes, amit felvett, és egyébként én mondok majd egy kis műhelytitkot, hogy lesz a kérdéseknek a legvégén egy olyan téma, ahol így az aktuális, jelenlegi évek fociába megyünk majd egy picit vele, és ott még szívesen kérdezlek ezzel kapcsolatban. Egyébként teljesen egyetértek vele. Tehát, hogy végignézve, hogy milyen stadionban játszottatok ti akkor, ugye néztem az elmúlt napokban készülve erre az interjúra újra azokat az időket, hogy lehetett letépni egy betondarabot akkor a stadionból, amit a Dunafer elleni meccsen ugye be is dobtak szépen, meg most milyen stadionokba járunk ki. Tehát szurkolóként is teljesen más az egyik és a másik. És azt mondtad, feldobtad, hogy vajon a régi vagy a mostani a jobb, szerinted a régi. Én így a haverjaimmal együtt a véleményünket abszolút a régire mondjuk. Annyival romantikusabb volt, annyival élőbb, lélegzőbb volt az egész, természetesebb, mint az szenvedélyesebb a volt. Igen. Igazából a szurkolók is szenvedélyesebbek voltak. Az adott csapatnak, aminek szurkoltak, annak szenvedéllyel szurkoltak, és igenis, hogyha az a csapat kikapott, vagy nem úgy teljesítette, hogy ők elvárták, természetesen erre sem azt mondom, hogy normális és jó, akkor éppen az M7-es autópályán hazafelé megállítottak minket, hogy elbeszélgessenek mondjuk a csapatkapitánnyal. Nem mondom azt, hogy ez kellemes érzés, vagy mondjuk ezek a legjobb pillanataim az életben, de helyre rakott minket azzal kapcsolatban, hogy igen, hát ennél azért többet várnak tőlünk, hogyha már eljönnek és mondjuk utaznak 200-300 kilométert azért, hogy lássanak minket. Ma meg már, jó, hát kikapunk, megvonjuk a vállunkat, a pénzünk megvan, azért igazából különösebben teljesítményt sem nagyon kell lerakni, ha nem kell, nem kell, ha van, van, ha nincs, nincs. Nekem ez ilyen jelen pillanatban egy ilyen se bűze, se íze, se bűze
dolog, és én pedig elég szenvedélyes voltam egész életemben, úgyhogy nekem ez annyira nem tetszik, de mondom, mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Szuper, és ezen a ponton jegyezném meg a nézőinknek, hogy ha itt maradtok velünk a továbbiakban is, akkor valószínűleg hasonló jellegű stílusú és a tabukat abszolút ledöntögető interjúra számíthattok. Ezt látjátok, Lajos nem nagyon köntörfalazik, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy aki itt maradt az elején, az most már nézze végig ezt az adást, és mi pedig kanyarodjunk vissza. Ugye ott jártunk, hogy felkerültetek 10 társaddal együtt a felnőtt csapathoz, és elérkeztünk 1999. áprilisához, amikor is bemutatkoztál az Újpestben a Vác ellen, 2-0-ra vezettünk, és a 82. percben te váltottad Kovács Zolit, és ez volt az első pályára lépésed az EB1-ben. Hogy kell egyébként elképzelni egyet? Kíváncsi vagyok, hogy mennyire emlékszel vissza, hogy izgultál, mint az állat, vagy addigra ugye te egy vagánsrác voltál, hozzászoktál annyira a közeghez, hogy nem nagyon volt belőle problémád, és arra is kíváncsi lennék, hogy emlékszel az első pillanatokra, például értél a labdába, hiszen a 82. percben álltál be. Igen, hát elég sok gondolat átfut ilyenkor az ember agyában, amikor ugye a kispadon ülés szólnak, hogy akkor jöjjön, mert be kell állni. És teljesen mindegy, hogy mennyire tökös az ember. Az első alkalom az mindig első alkalom minden szempontból. Úgyhogy akkor hát remegett kezem lábam, attól függetlenül, hogy 8 perc volt hátra ugye rendes játékidőből. Nagyon vártam, nagyon izgultam, alig vártam már, hogy a pályán legyek, de azt hiszem, hogy az első 20 másodpercben sprinteltem körülbelül 3-4-et, és nem kaptam levegőt, úgyhogy a maga az a stressz helyzet azt váltotta ki belőlem, hogy ugye 1-2 percig rohangáltam eszetlenül jobbra-balra, aztán utána meg kellett állnom, hogy kapjak egy kis levegőt. De emlékszem rá, hogy az volt bennem, hogy Istenem, csak egy labdát kapjak, amivel el tudok menni a kapuig. Mindenféleképpen gólt akartam rúgni, de hát ez később történt meg. Az a labda nem jött abban a 8 percben előre, úgyhogy nem sokat, azt hiszem, talán egyszer értem labdába az alatt a 8 perc plusz hosszabbítás alatt. Tök jó, tök érdekes, amiket mesélsz. Jó, és akkor ugye vártad nagyon azt, hogy kapura törj, labdába érj és gólt lőj, és erre a 8. meccsedig kellett várni, a 8. NB1-es meccsedre. Picit ugrunk csak az időbe, és 1999. október 1-én a Nagy Kanizsa ellen játszott az Újpest hazai pályán, te pedig 2-1-es vezetésnél a 78. percben léptél pályára, majd pedig egy perccel később jött ez. Kovács Balázs, Terijék, jó a csel, Terijék, még egyszer, Terijék, gól! Mekkora csere volt, és milyen gólt lőtt ez a fiú, kedves nézőink! 3-1, Kárpit elfekteti, jön Kis, ott is egy csel, és szinte az alapvonalról. Gyönyörű gól! Bravo, Terjék! Az első kérdésem az, hogy ez így mi? Szóval ez egy így, hogy a fenébe jött? Hogy lettél ennyire magabiztos, ilyen fiatalon? Szerintem ez az év gólja volt, és ugye, ahogy beszélgettünk a műsor elején, nekem azóta is ez a kedvenc gólam, és ez nem egy ezerhájjal megkent Weber Gyuri lőtte, vagy egy Dvéri Zsolti, vagy egy Urbán Flóri, hanem ez Terjék Lajos lőtte a 8. meccsén egy perccel a becserélése után, sőt nem is volt talán egy perc. Igen, ez egy érdekes meccs volt. Ugye úgy kezdtem az évet 99-2000-ben, hogy ugye négyen maradtunk a Goran Kopunovics, a Kovács Zoli, és ugye a két fiatal Tokodi TV-vel mi ketten, és az Zolival mi kezdtünk a szezon elején, de valahogy az első pár meccsen nekem jött ki a lépés, és mire ugye a Nagy Kanizsa meccshez értünk, addigra mind a három csatártársamnak volt már gólja rajtam kívül, úgyhogy ezt ugye a csapattársak is szóvá tették, a szurkolók is szóvá tették, hogy mikor hajtok már végre gólt rúgni,
Úgyhogy ez nem kis nyomás volt rajtam egy olyan újpesti csapatban, ami hát ugye nem olyan, mint a mostani, tehát azért ott pont egy bajnoki cím és egy harmadik hely után voltunk, tehát akkor volt mit várni magától a csapattól. Úgyhogy ez nem volt egyszerű. Aztán igazából, amikor láttam, hogy a Balázs keresztbe rúgja a labdát, nem is nagyon gondolkoztam. Mondtam, hogy itt az időm, most eljött az idő, vissza kell szereznem az önbizalmamat, úgyhogy megyek addig, ameddig tudok, és a vége az elég jól sikerült, szinte az alapvonalról. A meccs után az Oli mondta is, hogyha kihagytam volna, akkor valószínűleg letépte volna a fejemet, mert ott volt ugye az üres kapura, és nem passzoltam be neki, de tényleg semmit nem néztem akkor, csak azt, hogy tudok elmenni a kapuig, és hogy tudok gólt rúgni, úgyhogy hát ez így sikerült, ez nem volt így első gólnak rossz. Jól sejtem, hogy azért te ezt az utánpótlás meccseken már megcsináltad egy pár szót, tehát annyira magabiztosan, annyira magától értetődően mentél ott végig, 2-3 emberen is lőtted be a rövidbe. Igen, természetesen más azt azért egy utánpótlás meccsen megcsinálni, meg egy felnőtt bajnokin, de igen, tehát volt ilyen az utánpótlás karrieremben, hogy még akár messzebbről is, tehát majd a fél pályáról sikerült ugye végigcseleznem magam. De azért ezt megcsinálni első osztályban az egy teljesen más érzés volt. Még akkor is, hogyha edzésen vagy akár meccsen is be tudta ezt gyakorolni az ember az évek alatt, az akkor ott egy egészen fantasztikus és különleges érzés volt. Az, hogy egy ilyen gól lett az első NB1-es gólom, az mindig egy nagyon szép emlék, és egy csodálatos érzés lesz. Az, hogy ezt újpestiként tudtam megtenni, az pedig haba tortán nekem, úgyhogy nagyon-nagyon a mérkőzés után nagyon boldog voltam. Végre megrúgtam az első gólomat, és hát nem is nézett ki rosszul. Hát nem, és azt gondolom, hogy mi szurkolók egyébként ezeket keressük a játékosokban. A jó első feszültség és öröm, ami kiszakadt benned, ami látszott itt az ismétlések, azt hiszem a legutolsó ismétlésen, amikor igen, totálban kaptad a kamerát, hogy milyen boldogan ordítasz, és azt mondtam, az egész világot a kebledre tudtad volna ölelni. Azt mondtam, zseniális gól volt, és nagyon régóta keresem azt az alkalmat, hogy ezt így megköszönjem neked, mert hogy ez, amellett, hogy neked az volt, szerintem nekem meg még több ezer, több tízezer újpestinek ez volt. És én nagyon kíváncsi lennék arra is, hogy mi történik ilyenkor. Tehát mondtad, hogy hecceltek már a többiek, mondtad, hogy a Kovács Zoli a fejedet vette volna, hogyha nem megy be. Ha megszerzi valaki ilyen fiatalon az első gólját, akkor mit mondanak a többiek, mire kell őket meghívni, mi volt az öltözőben egyből a meccs után, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a szüleid és a barátaid hogy viszonyultak hozzád ezután a gól után. Kezdjük a szülőkkel, az egyszerűbb. Talán az volt az első olyan alkalom, amikor felnéztem a lelátóra, és édesapámat láttam úgy vonulni az emberek között, mint egy kis páva, és akkor láttam talán őt először igazán büszkének. Egészen addig egy kezemen meg tudnám számolni azt, hogy hányszor mondta azt, hogy jó voltál, fiam. Mindig azt mondta nekem, hogy oké, elrúgtál egy-két gólt, de ott annál a lehetőség nem így csinált, tehát azt nem kellett volna megoldani, úgyhogy mindig inkább a hibákra hívta fel a figyelmet, és ugye ez azért érdekes, mert ugye te is tudod, mint coach, hogy most pont azt mondják, hogy ne a hibákra hívjuk fel a figyelmet, hanem az arra, ami jó, mert ez visz előre. Engem viszont pont a másik oldal vitt előre, az, hogy édesapám soha nem ajnározott, soha nem mondta, hogy fú, de jó vagy, fiam, úristen. Nem, amikor kellett, megdicsért, de legtöbbször 90%-ban azt mondta, hogy mi a rossz, és miben kéne még fejlődnöd. És ez engem annyira bosszantott, annyira dühített, hogy mindig jobb és jobb akartam lenni, hogy bebizonyítsam neki, hogy igenis képes vagyok erre, és végre mondja már azt, hogy jó voltam. És ez volt az első alkalom, amikor tényleg azt láttam, hogy büszke rám. És ez elégedettséget töltött el életemben először.
Úgyhogy édesanyám az mindig egy csupaszív ember volt, úgyhogy őt tudtam, hogy ez nagyon boldoggá fogja tenni, hogy a kicsi fia ugye meglőtte élete első felnőtt NB1-es gólját, úgyhogy őt tudtam, hogy örülni fog, de az, hogy édesapámat láttam ennyire boldognak és ennyire büszkének, az nagyon sokat jelentett nekem. Hát a csapat, meg a csapattársak, ők úgy fogadták ezt az egészet, ahogy vártam. Ugye egészen, azt ugye tudni kell, hogy régen úgy működött egy felnőtt öltöző, hogy vagy 100 első osztályú meccsig, vagy 25 éves korig mindenkinek be kellett fogni a száját. Tehát mondjuk masszíroztatni úgy tudtál felmenni, hogyha már mindenki kihalt előtted, és akkor esetleg még jutott rád idő, de egyébként soha. Úgyhogy ott úgy tényleg úgy fogadtak, ahogy vártam, mondták a öltöző belépésnél, hogy jó, hát akkor hétfőre akkor hozod, amit kell, ugye? Tehát ugye meg kellett hívnom az egész csapatot egy kajálásra az edzés után, úgyhogy ez így telt az öltözőben. Hát szép, és jó így hallgatni erről téged. Na és akkor én azt mondom, picit ugorjunk és tekerjünk nem sokat, mert hogy 2 fordulóval később, és 5 nappal egyébként a 19. születésnapod előtt érkezett a Ferencváros elleni derbi, ahol a 44. percben már 2-0-ra vezetett a Ferencváros, téged pedig becseréltek az 59. percben, nyilván azért, hogy változást hozza a mérkőzés állásában, és hát akkor történtek ezek. Ott az újpesti gólhelyzet, és ott az újpesti gól is. Amíg én csöngelem a cserét, addig az ifjú Terjék visszaadja a reményt az újpestieknek. Egy baloldali akció után Terjék Lajos góljával 2-1-re módosul az állás a 71. percben. Kovács. Jó a kiugratása, és ebből akár megint helyzet is lehet, főleg így. Ott a gólhelyzet, és gól! Az utolsó pillanatot ki kellett várni, és végül Tóth Norbert kiegyenlít. Igen, ez egy másik nagyon fontos és különleges meccs volt a korai pályafutásomban. Egy Újpest-Ferencváros, egy Ferencváros-Újpest meccs az mindig különleges, bármelyik csapatban játszol. Az, hogy 2-0 vagy 0-2-nél kellett beállnom, igazából úgy voltam vele, hogy semmi gond, most már nincs, 2-0 igazából ennél rosszabb nem lehet, úgyhogy teljesen nyomás nélkül beálltam, és úgy gondoltam, hogy csinálom, amit tudok. Ha ebbe belefér az, hogy megfordítsuk a meccset, akkor boldog leszek, de ha nem, akkor elő kellett volna berakni. Hát igen. Hittél benne egyébként, hogy te lehetsz az a faktor, ami megfordítja itt a mérkőzés állását? Abban a pillanatban, ugye, amikor az első gólnál elhagyta a lábamat a labda, és láttam, hogy a Lajos már nem fog odaérni erre, abban a pillanatban azt gondoltam, hogy még arra is van lehetőségünk, hogy nyerjünk azon a meccsen. Előtte igazából csak azt akartam, hogy próbáljam a legjobbat kihozni magamból, és ha lehet, akkor kerüljünk közelebb, vagy hozzuk X-re a meccset, ami végül sikerült, de tényleg az első gól után benne volt, hogy meg tudjuk fordítani ezt a meccset. És ugye ez is látszott a gólörövödnél, más szerintem ugyanúgy kirohanna a világból egy Fradi ellen lőtt gólnál, mint mondjuk a Nagykanizsa ellenénél, de itt ugye még csak 2-1-re jöttünk fel, látszik is, hogy fogadod a pacsikat, de fogod a labdát, és szaladsz vissza is, és egyértelműen azt mutatja már ilyen fiatalon is a testbeszéded, hogy srácok, ebben több van, ezt meg tudjuk csinálni, gyerünk. És hát ugye ezután jött az a, hát én egyébként gólpassznak hívnám, szerintem ma kameráznák, videóznák addig, hogy azt mondanák, hogy itt beleért ő is, meg Kovács Zoli rálőtte, kipattant, stb. De egyértelműen ez neked köszönhető volt ez a gól, ami nagyon tetszik nekem ebben az, hogy a Kristont hogy ültetted ott be? Oda majd vissza, parádés volt. A Titivel beszéltünk erről, amikor már, ugye ő még mindig a Fradiba játszott, én pedig már a Vidibe, beszélgettünk erről a gólról. Miután jól összerugdalt a Vidi-Fradi meccsen azért, ami történt,
de most így évek múltával nagyon jókat röhögünk ezeken a dolgokon, amikor beszélgettünk a mérkőzésekről, amiket egymás ellen játszottunk. Ott egy picit az volt az érzésem, mint a Nagy Kanizsa meccsen. Pont az a kép is ugrott be, hogy nagyjából ugyanott kaptam a labdát, ugye a 16-os sarkán, és ugyanaz az érzés volt bennem, hogy rúgtam egy gólt, meg volt a megfelelő önbizalmam, és úgy gondoltam, hogy elmegyek ugyanúgy vele a kapuig. És talán az azért nem én fejeztem be, mert nem tudtam elég erőt adni a lövésbe, és így a Lajos ugye bele tudott még érni. Ha valószínűleg a több erő van benne, akkor magától bement volna, de teljesen mindegy, mert gól lett a vége. És emlékszem, hát jóval 10 000 fölött volt akkor, azt hiszem, hogy a nézőszám azon a mérkőzésen, és mai napig liba bőrös vagyok, amikor ugye a Norbi berúgta végül a kapuba a labdát, hogy milyen hangzavar volt azon a meccsen, kirázt tőle a hideg a mai napig. És gól! Az utolsó pillanatot ki kellett várni. Megnéztük előtt a gólokat, ezeket átélni, tehát hogy ezek is a kedvenc meccseim között vannak, és olyan szép ebbe az egész sztoriba az, hogy Újpesten születtél, ott nőttél fel, végigjárod a ranglétrát, tök nagy álmod az, hogy te pályára lépj az Újpestben, és pár meccs után egy Fradi-elleni meccset tudsz eldönteni kb. De szerintem, mikor azt gondoltad, hogy ez romantikus volt ez a régi időszak, szerintem ez a romantika, meg ez adja a tündérmesét, és ezt te ott végigélted, ez kemény lehetett. Igen, ez egyre kevesebb van ebből. Nem mondom azt, hogy maga az, hogy klubhűség, és hogy nem létezik, vagy nagyon kevés embernél létezik már klubhűség, ez hatalmas probléma lenne, mert igazából olyan irányba változott a futball, hogy zsoldos. Tehát ahol többet fizetnek, oda megy az ember, de régen, még az én időmben, amikor én, vagy mi, inkább úgy mondom, a srácokkal együtt felkerültünk Újpest már felnőtt csapatba, akkor még megvolt ez, és egy egészen különleges érzés volt akkor az akkori Megyeri úton, ugye, kifutni a pályára, és átélni ezeket a dolgokat, mint egy olyan embernek, aki egy 5 év alatt 5 klubot jár meg, tehát bennük soha nem lesz, én azt gondolom, olyan elkötelezettség egy klub iránt, mint ami bennünk megvolt. Még egyszer mondom, nem biztos, hogy ez probléma. Addig, ameddig mindent képes egy játékos megtenni az adott klubjáért, ahol játszik. De itt is azt mondom, hogy a régebbi, ahogy te mondtad, igen, ez egy ilyen romantikusabb fejezet volt anno. És hát én azt gondolom, hogy ettől a meccstől kezdve robbantál te be igazán a köztudatba, hiszen oké, lőttél egy gólt a Nagy Kanizsa ellen, ami az Újpest szurkolóknak, meg a semleges nézőknek egy nagyon szép találat volt, na de itt megmutattad, hogy egy ilyen nagy derbin is meghatározó faktor tudsz lenni. Éreztél te ebből valamit? Sőt, felteszem a kérdést másképp, biztos, hogy éreztél. Mit éreztél ezzel a nagy berobbanással kapcsolatban? Igen, attól a meccstől azért, vagy azután a meccs után inkább így nagyon sok minden megváltozott. Egyrészt visszanyertem a helyem a kezdőcsapatban, és onnantól kezdve nem is kerültem ki egészen a szezon, vagyis hát az ősz végéig. És talán az nem csak az én szempontomból, hanem a csapat szempontjából is egy nagyon-nagyon meghatározó mérkőzés volt. Maga az, hogy 0-2-ről fel tudtunk állni, mert onnan az kitartott egészen az ősz végéig, és onnantól kezdve én szerintem nem is vesztettünk mérkőzést ősz végéig. És egy olyan csapat, amit igazából azelőtt, a szezon előtt lesajnáltak, hiszen nagyon sok meghatározó játékosát vesztett el, és ugye 4 MTK-s kölcsönjátékossal, meg a 10 fiatallal, meg ugye a maradék keret, akikben ugye megvolt az a több száz meccses rutin, de mindenki úgy gondolta, hogy ők kevesek lesznek ahhoz, hogy ez a keret képes legyen megint a top részébe lenni a bajnokságnak. Azt hiszem, hogy 3. helyen zártuk azt az őszt. Igen.
És rengeteg olyan játékos, aki addig kiegészítő ember volt, vagy máshol, vagy ugye felkerült Újpesten fiatalként, ők meghatározó játékosok lettek. Itt most ugye a Zsolti, a Lőv Zsolti, a Kovács Balázs, akik ugye standarden játszottak, a Csilla Krisztiának szenzációs össze volt. Végén. Zimmermann Tomi szintén nagyon jó összprodukált. Úgyhogy egy olyan lesajnált csapat, tényleg lesajnált csapat volt, az a mérkőzés mindent megváltoztatott, és onnantól kezdve nagyon-nagyon jól fotballoztunk, és tényleg élvezhető focit játszottunk. Az utolsó ehhez kapcsolódó emlékem, ehhez a Fradi meccshez és a 2-2-höz, utolsó ehhez is hozzád kapcsolódó emlékem, emlékszel arra az interjúra, amit a meccs végén a Duna TV-nek adtál? Fú. Hát nem hiszem. Idézek belőle, jó? Nekem ugye megvolt, ez is azon a videókazettán volt, amit olyan sokszor néztem vissza. Gratulálok a játékodhoz. Érdekes a helyzet, mert Horváth Péterrel beszélgettem itt az előbb, és neki is csupán azt tudtam mondani, hogy az ő egyéni teljesítményéhez gratulálok, a csapatnak nem annyira. Ám bár az Újpestnél azért más a helyzet, mert a második félidőben, mintha egy másik csapat játszott volna. Hát én úgy érzem, hogy nem csak a második félidőben, az első félidőben is jobb volt a csapat, mint a Ferencváros. De a második félidőben kijött ez, hogy végül is jobb csapat szerintem most az Újpest, mint a Ferencváros. Úgy ünnepelted a gólodat, mintha egy világbajnoki döntőben szerezted volna. Ez volt a második, ha jól tudom. Igen, ez volt. És azért, mert egy Ferencvárosnak, az örök riválisnak egy nagyon nagy élmény gólt rúgni. De azért az egyenlítő találatban is benne voltál, én legalábbis úgy láttam. Hát igen, ott egy kicsit szerencsétlen voltam, mert én berúghattam volna. De hát szerencsére úgy pattant a Szűcs Lajosra a labda, hogy be tudtuk még kotorni. Mennyire kellett a csapatnak, a közösségnek, hogy úgy mondjam, ez a döntetlen? Hát nagyon-nagyon kellett, mivel a siófoki fiaskó után egy kicsit összetört a csapat, de erre a mérkőzésre mindenféleképpen szeretjük volna összeszedni magunkat. Köszönöm szépen. És akkor a Fradi szerintem 4 vagy 5 helyen előttünk állt. És te magányra odaálltál, és elmondtad, hogy mi jobbak vagyunk, mint a Fradi. Hát mondom, ez a mi gyerekünk, vagy ez a mi emberünk. Igen, azért könnyebb, még akkor is, hogyha ezt komolyan gondolja az ember, könnyebb azt úgy kimondani, hogy úgy nő fel az ember, hogy szinte az egész pályafutását kezdettől fogva, pályafutásában megvan ez a rivalizálás, mert így fel van készítve arra, hogy ugye az első osztályban is meg lesz ez, és sokkal könnyebb így mondjuk beleállni egy Újpest-Fradi meccsbe. Aki mondjuk nem Ferencváros utánpótlás, vagy Újpest utánpótlás játékosként nő fel, és belecsöppen egy Újpest-Fradi meccsbe, azoknak én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb feldolgozni ezt a fajta nyomást, ami ezeken a meccseken van. Mi alig vártuk minden évben, hogy legyen már a Fradi elleni meccs, mert azok voltak azok a meccsek, ahol hát ugye ismertét tudod tenni magad, vagy kiemelkedhetsz. Ugye, mert ahogy mondtad, igen, egy nagy kanizsa elleni, és természetesen nem lesajnálva őket, de mondjuk nem egy nagy kanizsai góllal tudsz kiemelkedni, hanem mondjuk egy Ferencvárosnak, vagy egy MTK-nak, ugye abban az évben az MTK lett a bajnok, egy MTK-nak rúgott góllal, az is megvolt egyébként abban az évben. Úgyhogy igen, ezt akkor úgy is gondoltam, mert azt gondoltam, hogy sokkal, sokkal szervezettebbek, és sokkal jobban együtt vagyunk, és ez a meccs egyébként meg is, nem is azt mondom, hogy igazzá, de nagyon sokat segített ebben. Úgyhogy tényleg úgy gondoltam ezt akkor, hogy ez így van. Néha egyébként egy ilyen hajtós, küzdős, kiharcolt, megnyert döntetlen többet érhet, mint egy győzelem, és szerintem pont az az X volt nekünk. Igen, az tényleg, ahogy mondtam, az előre vitt minket, és az elindította a csapatot. Azt hiszem, hogy akkor értünk arra a szintre, hogy elhittük azt, hogy nem egy lesajnált csapat vagyunk, hanem most már tényleg egy jó csapat vagyunk. Kellett 1-2 hónap, amíg
amíg a sok új játékos miatt, a sok fiatal miatt összerázódott ez a csapat, de pont azért, mert annyira jó közösség volt, nem kellett ez mondjuk fél év, hanem elég volt 2 hónap, meg egy ilyen mérkőzés. Oké, és amikre kíváncsi lennék, innentől biztos talán még szorosabb lett a kapcsolatod a szurkolókkal. Mennyi pluszt adott neked az a pályán az a buzdítás és éneklés, amit akkor az UVB csinált? Az eléggé hangos tábora volt akkor az Újpestnek. Igen, addigra már ugye erre a Fradi mérkőzésre, mire odaértem, azért elég jó kapcsolatom volt már a szurkolókkal. Ismertek ugye az utánpótlásból is, rengeteg ifi és tartalék csapatmérkőzésen kim voltak, főleg azért, mert ugye régen a felnőtt meccsek előtt volt a tartalékmeccs, tehát a szurkolók már úgy jöttek, hogy eljöttek, megnézték a második csapatot is, és utána ugye a felnőtt csapatot, tehát onnan már ismertek, úgyhogy nekem már a fő-fő szurkolókkal elég jó volt a kapcsolatom. Egyébként most pont hát az Andrisnak a halál előtt még sikerült őt látnom. Sikerült vele találkoznom, ugye a Polgár Fipettivel együtt, és nagyon, nagyon jót beszélgetünk pont erről az időszakról egyébként. Kb. Egy órát beszélgettünk velük, úgyhogy érdekes volt az ő szemszögükből látni, hogy milyen voltam, mondjuk, akkoriban. Oké, és említetted pár perccel ezelőtt, hogy voltak az ifibe olyan góljaid, amikor ennél messzebbről is becselezted magad, mint ugye például a Nagy Kanizsa, vagy a Fradi ellen, hogy megpróbáltad, félpályáról is hasonlók, úgyhogy mutatnék egy olyan videót, hogy nézzük meg együtt egy olyan videót, amiben ezt meg is teszed, éppen, hogy csak a végéről hiányzott valami. Jenei, Terjék fut a lyukba, meg is kapja a labdát. 18. perc, a fiatal újpesti támadó 4 védő között szlalomozik tovább, elhúzza a labdát a kapus mellett is, de Kovács Péter visszaér. Óriási lila gólszerzési lehetőség. Sorrendben Bábik, Kádár, Kovács Péter és Kassa mellett is tovább megy. Terjék elhúzza a labdát Hámori mellett is. A Váci középhátvéd azonban visszaér. Marad a 0-0. Kovács Peti tisztázott a gólvonalról, később egyébként az Újpestbe is igazolt. Hát emlékszem, hogy én fogtam a fejem, mint ahogy te is, hogy milyen kevés a múlt, hogy szerintem meglőd a szezon második legszebb gólját. Hogy élted meg ezt ott a pályán? Itt már igazából bennem voltak ezek a cselek ugye az előtte lévő mérkőzések miatt, úgyhogy nem volt bennem egyáltalán semmi kétség, hogy képes leszek rá. Maga adta a szituációt, miután visszakaptam a Sanyitól a labdát, ugye annyira összetömörült a védelem, néztem jobbra, néztem balra, nagyon senkinek nem tudtam passzolni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálom egyedül bevinni. Aztán ugye, amikor kicseleztem a kapust, akkor kicsúszott a támaszkodó lábam, ez hát nem is tudom, egy novemberi, talán decemberi mérkőzés lehetett Vácon, és hát ugye a stadion azért ott van a Duna mellett, addigra már a talaja az katasztrofális állapotban volt, úgyhogy ilyen 7-8 órás kezdés volt, azt hiszem, és a tévé miatt, és kicsúszott a támaszkodó lábam, mire odaértem, hogy bepasztoljam az üres kapuba, és így beérte a védő a labdát. Csalódott voltam, mert úgy gondoltam, hogy ha már ideig elvittem, a legegyszerűbb dolgot nem sikerült megoldani, de hát ez van, ez most így sikerült. És akkor vissza a romantikához és a tündérmeséhez. Egy héttel később a Gászer ellen ezt megcsináltad. Utána volt az, és erről sajnos én nem találtam videót, megmenthetsz vele, ha neked ez valahol fel van véve. Nem van az összes gólom egyébként egy kazettán. Ez a kazetta nekem is meg, vagyis nem a te kazetta, de hogy nekem ugyanúgy megvan otthon a szüleimnél ez a kazetta. Interneten sehol nem találtam, nagyon csalódott vagyok, pedig ott kb. Ugyanez történik, igen. Csak ott végigviszed és be is lövöd. És ez egy héttel később van, tehát hogy annyira szép, hogy itt megpróbáltad, nem jött be, és megpróbáltad jövő héten, és ott meg simán bejött. Igen. Hát nem tudom, hogy ezt be tudjuk-e digitalizálni valahogy, hogy a nézőknek megmutassuk.
Megnézem, és akkor átküldöm neked, hogyha én megtalálom. Hazaiakkal, hogy az Újpest nem X-elni jött az ő zárásaként. Még fel sem ocsúttak a csongrádi tanítványok, amikor terjékejte támulatba mindenkit, leginkább a hazaiak kapusát. Klasszis megoldás. Tudom, melyik gólról van szó, ugye ez volt az őszi utolsó forduló, a 4-1 lehetünk, ugye a gánszerelem. Igen, ott pont, ugye kétszer volt ebben a szezonban olyan lehetőségem, amikor majdnem le tudtam másolni. Vagyis hát egyszer majdnem lemásoltam ugye a Fradi ellen a nagykanizsai gólomat, egyszer meg, ami nem sikerült, azt megcsináltam a következő héten, úgyhogy igen, ezek a szituációk ebben a félszezonban kísértettek, hogy megoldjam őket, de legtöbbször sikerült, ha nem is elsőre, másodjára. Úgyhogy igen, az szintén egy nagyon-nagyon jó emlék nekem, mert maga ott a szóló része, ugye, hogy a félpályáról 16-osig el tudtam vinni, aztán utána ilyen kicsit így alá nyesve a labdának, ugye beesett a labda hosszúba. Ott pont a Pistával beszélgettünk, ugye, aki most a válogatottnak a kapusa, a Kövesfalvi István volt ugye a gázszer kapusa, és mondtam neki, hogy nézd, hogy hát ugye sokszor hetszeltük egymást, és mondtam, hogy jó volt nézni, hogy beesett mögötted a labda, és akkor mondta, hogy hát ő azt gondolta, hogy mellé ment, vagy mellé megy, és akkor mondtam, hogy nem, az beesett mögötted, barátom. Úgyhogy felszoktuk eleveníteni ezeket a régi mérkőzéseket, ha találkozunk, ami tényleg jó, mert ezeken az összejöveteleken most már azért tapasztaltabban, nem azt mondom, hogy öregebben, ha bár azt is mondhatnám, de tapasztaltabban jó visszagondolni, hogy ki hogy látta ezeket a dolgokat, mert nem mindig beszéltük ezt meg akkor a meccsek után, főleg, hogyha nem egy csapatban játszottunk, úgyhogy érdekes ezt hallani, hogy ki hogy élte meg ezeket a szituációkat. Észrevetted egyébként, hogy itt azért elég erősen letetted a névjegyet ezekben a fordulókban, ezen a szezonban, hogy a védők jóval komolyabban vettek téged? Tehát nem csak egy ifiből felkerült friss játékosnak tartottak, hanem mondjuk készültek belőled. Elég, ha csak olyan védőket említek, én most utána néztem, hogy kik voltak akkoriban a legnagyobb nevek a rivális csapatoknál. Stark Péter a Győrből, Éger Laci a Dunaferből, Mátyus Jani a Fradiból, Kuttor Attila az MTK-ba volt, vagy Juhár Tamás a Vasas csapat kapitányaként. Tehát, hogy láttad, hogy úgy néznek rád, hogy Juhár a srácra figyelni kell? Inkább azt mondom, hogy... Hát nem azt mondom, hogy haragudtak rám, de inkább megpróbáltak kirúgni a nadrágomból, mert mindig olyan voltam, hogy ha volt lehetőségem odaszólogatni, vagy odaszúrogatni a védőimnek, pont azért, hogy kizökkentsem őket a nyugalmukból, vagy a figyelmükből, akkor azért mindig meg is tettem. Úgyhogy ezért azért kaptam, emiatt kaptam azért szépen később. De ez sosem zavart, mindig azt mondtam, hogy nem baj, rugdaljatok csak. Úgyhogy minden alkalmat megragadtam arra, hogy valamit beszólagassak nekik. Úgyhogy ez a figyelem mindig megvolt az elejétől kezdve. Értelek. Tudsz mondani erre egy példát egyébként? Én focistaként sosem játszottam, viszont 10 pár évig labdarúgó játékvezetőként alacsonyabb osztályban. Nyilván láttam, hallottam, tapasztaltam ilyeneket a fütyi rángatástól kezdve a fülbe sugdolózáson át, de hogy mi volt a te bevált módszered, hogy kizökkentsd őket? Hát ez elmondanám, de ki kéne sípolnatok. Úgyhogy... Küldted őket melegebb éghajlatra? Igen, főleg amikor sikerült ugye kicseleznem őket, hogy gólt rúgni, akkor mindig megkérdeztem, hogy hát úgy jó-e veszteni, csak nem ebben a formában. Azt hiszem, hogy értjük. Jó, köszi szépen. Kérdeznék egy pár kulisszatitkot, amire biztos mindenki kíváncsi, nem csak én, hogy nézett ki egy olyan nap, amikor például csak edzés volt? Mit edzettetek? Mennyit edzettetek?
Hogy viszonyultál te az edzésekhez? Ugye a tehetséges játékosokról van egy ilyen legenda, hogy nem szeretnek edzeni, mert ők megoldanak mindent tehetségből. Te hogy álltál ehhez a témához? Pont ugyanígy. Okay. Tehát, hát egy borzasztó idióta voltam egyébként a fiatal koromban. Ugye úgy nézett ki mondjuk egy hetünk, hogy hétfőn, szerdán, pénteken edzettünk egyet, kedden, csütörtökön kettőt, már ezt most a szezon alatt mondom, és akkor ugye szombat vagy vasárnap játszottuk a mérkőzéseket, inkább pénteken vagy szombaton ebben az időszakban, kevesebb volt a vasárnapi meccs, úgyhogy hát a szezon közötti, vagy a szezon közbeni edzéseknek azért annyira nem volt nagy intenzitása, inkább hétfőn, kedden voltak keményebb edzések, aztán utána már ilyen finom hangolás, hogy mondjam, a mérkőzésekre. De akkor mindig úgy gondolkoztam, hogy jó, hát minek ez a taktika, vagy minek ennyit futni, dobják be a labdát, aztán játszunk, mert az a futball. Tehát pont úgy gondolkoztam, mint a tehetségesebb játékosok, hogy ez nem kell, mert ezt meg tudom csinálni magamtól, tehetségből, úgyhogy nem kell ennél több. És pont ez lett később a vesztem, amellett, hogy egyébként valahogy az élet mindig visszaadta azt, hogy jó döntéssel újra egyenesbe tudtam volna állítani a karrieremet, de akkor meg általában a csökönyösségemnek köszönhetően mindig azt mondom, hogy majd én választok. Hiába próbáltak a jó irányba terelni. Valószínűleg csak azért választottam a másik lehetőséget, mert annyira próbáltak abba az irányba lökni, hogy túl makacs voltam ahhoz, hogy megfogadjam a tanácsokat. Hát remélem, van, aki olyan szemmel nézi ezt a videót, hogy talán magára ismer, és akkor a te hibáiból, vagy a te karrieredből tanulva talán újraértékel dolgokat. Ha már egy embert ezt hozzásegítettünk, szerintem már akkor sem beszélgettünk most hiába. Ez így van. Oké, na és nézzük meg az utolsó videót, amivel készültem neked. Itt nem a te gólodról lesz szó, de látni fogod majd, hogy miről ezt a témát mindenképp meg szeretném veled beszélni. Ó, már látom. Ez még jó lehet. Nyicsenkóhoz pattam vissza. Nyicsenkó, lengyel, bíró Szabolcs, és egy öngól! Úristen, micsoda öngól! Szinte hihetetlen, Tokodi. Egy óriási fér, bíró Szabolcs, Tokodi pedig megnézi a sarkot és belövi. Hát ez ritkán látható pillanat. Itt a kipattanó, és minthogyha a Dunafer kapujába rúgná. 2-1-re vezet a második félidő 5. percének végén a Dunafer egy ritkán látható góllal. Mesteri csavarás, csak a rossz kapura. Szerintem itt bíró Szabolcs szerintem kivédi az év, tehát megcsinálja az évvédését előtte. Nekem nagyon furcsa, hogy a Faragó Ricsi, a kommentátor röhögve mondja, hogy bíró véd, mintha ő már valamit sejtett volna, nem? Tehát mintha egy ilyen... annyira rosszul állt a labdához utána, miután levette a Tibi, hogy az úgy látszott, hogy az oda fog menni, ahova ment végül. Igen, hát ez 2001, azt hiszem, hogy ez 2001. Igen, ez 2001 áprilisi, és amiatt kérdeznélek téged, mert egyrészt szerintem most el fogod tudni majd dönteni, azért elég közel álltál, vagy közel voltál a dolgokhoz, még akkor ugye te még kispadon voltál, mert 4 perccel később az öngólja után az érthetően megzavarozott Tibit, te cserélted, te váltottad. Hát, hogy szerinted egyébként, sokan mondták, hogy be akart rúgni, szerintem ez, és eltévedt, nem tudta, mely kapunál van, felszabadítani akart, te hova szavazol, itt mi történt? Én azt gondolom, hogy ugye volt neki az első félidőben egy hasonló szituációban egy helyzet, amit kihagyott, és ő is azt mondta egyébként, hogy abban a szituációban ő még abban a benne volt még mindig abban a lehetőségben, amit az első félidőben kihagyott, és egész egyszerűen oda rúgta, ahol az első félidőben kellett volna, csak az már ugye a mi kapunk volt.
Hát, ennek a gólnak a története, ha bár most nem fog neki örülni, mert ugye mi gyerekkori barátok vagyunk, és együtt nőttünk fel az utánpótlás csapatokban. Én emlékszem, hogy a Szlezák Zolival cserék voltunk, de már mind a ketten melegítettünk, pont amellett a kapu mellett, ahol ezt az öngolt rúgta. És az első reakciónk az, ugye az volt, azon kívül, hogy láttuk, hogy az mindenki le van sokkolódva a stadionba. Mi pedig, ha jól emlékszem, felhúztuk a kabátot a fejünkre, és annyira röhögtünk, hogy nem bírtunk tovább melegíteni. Úgyhogy egy 5 percbe telt, mire abba bírtuk hagyni a röhögést, úgy, hogy egyébként ezzel 2-1-re vesztésre álltunk ezzel a góllal, de nem bírtuk abba hagyni a röhögést, és én még azt hiszem, hogy amikor mentem cserélni a Tibit, még akkor is röhögtem. Majd utána szerencsétlenségére hétfőn mentünk az utánpótlás válogatottba, és 5-en voltunk újpestiek akkor a keretben, és pont az MTV1 azt hiszem kim volt ugye az összetartáson, és mindannyiunkat megkérdeztek ugyanígy ezzel a góllal kapcsolatban, és csak az én interjúm nem került be, mert amikor elmondták, hogy miről akarnak beszélni, akkor én úgy röhögtem a kamerába, hogy nem bírtam beszélni, és akkor mondták, hogy jó, akkor én menjek, mert ez így nem lesz jó. És ugye hát utána visszaül az asztalhoz, kérdezték a többiek, hogy hát és te mit mondtál róla? Mondtam, hogy én semmit, mert annyira röhögtem, hogy be kellett fejezni az interjút. Úgyhogy ez több szempontból is érdekes gól volt. És mekkora szerencséje a Tibinek, hogy ez egy győztes meccs lett végül, mert utána előttünk ugye 2 gólt, tehát nem az lett, hogy ezzel kaptunk ki, és megbélyegeztük, viszont szerintem a Tokaj Tibi hozzád hasonlóan egy nagyon jó focista volt, és viszont, hogy nála szerintem a legtöbb embernél a Tokori Tibi név feljön, akkor nem az jön fel, hogy mondjuk, nem tudom, a Gyűrjetóba az ő utolsó 11-ével jutottak tovább a Montpellier ellen idegenbe, ami megint csak egy nagyon tökös húzás utolsó büntetőz odaállni, hanem ez az öngól jön fel, ő, ugye te azt mondtad, barátok vagytok, ő hogy élte ezt meg most így utólag, tehát hogy zavarja, vagy már ő is röhög, sokáig maga alatt volt, vagy ő gyorsan túllépett rajta? Azért próbáltuk őt segíteni, amennyire lehetett, persze a mérkőzés után maga alatt volt, de pont azért, mert ez egy győztes meccs volt, azért a meccs végén már ő is, meg mi is röhögtünk ezen az egészen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy túltette magát rajta hamar. Az, hogy az jön fel róla, hogy ezt az öngolt rúgta, és nem azt, hogy egyébként milyen jó játékos volt, vagy az, hogy a válogatottban ugye 2-2-es mutatója volt, azt hiszem, tehát az első két válogatott meccsen gólt rúgott, az meg igazából azért van, mert az emberek szeretik inkább azt a részt megfogni, amit kiröhöghetnek, és nem azt, amit igazán kéne. Tehát ezért van az, hogy ha bár ebből most megint nagyon nagy nézeteltérés van, de olyan emberek mondjuk szerepelnek médiában, akinek semmi köze nem nincs a tévézéshez, vagy olyan messzire kéne elkergetni, hogy soha ne találjon vissza. Viszont ezek az emberek a sztárok, mert hülyét csinálnak magukból a képernyőn, és ezen röhögnek az emberek. Tehát és itt megint visszakapcsolhatunk arra, hogy jobb volt-e régen. Régen valamit le kellett rakni az asztalra azért, hogy mondjuk tévében, médiában szerepelhess, most már elég hülyének lenni ehhez. Egyetértek. És hát az utolsó Újpesttel kapcsolatos kérdést tenném fel neked, amit egy picit fel is vezetnék. Egyrészt ugye 2001 tavaszán, most ugye itt vagyunk, éppen egy 2001 áprilisi meccsről beszéltünk Tokori Tibi kapcsán. Ugye itt te még lőttél gólt a Debrecennek, lőttél gólt az MTK-nak, és lőttél gólt az utolsó fordulóban a Tatabányának. A csapat egyébként 5. helyen végzett, azt gondolom meg tudsz erősíteni, egy bólintással tedd is meg, ha úgy gondolod, hogy ebből a csapatban jóval több volt 2000-2001-es szezonban, szerintem nagyon jó keretünk volt, és te pedig 37 bajnoki mérkőzésen összesen, most a teljes újpesti karrierre gondolok, 8 gólt lőve távoztál Újpestről, és ismét egy ritkán olvasható nyilatkozatot tettél ezzel kapcsolatban, ez a második fele annak,
amivel kezdtem az egész beszélgetésemet, úgyhogy idézném a második felét, tőled idézek megint. Újpesten sem kedveltek a vezetők, talán ezért is akartak fillérekért megtartani, miközben a korosztályom tagjai még aláíráspénzt is kaptak. Aljas húzás volt, hát még amikor elterjesztették a szurkolók között rólam, hogy Terjék azért nem akar hosszabbítani szerződést, mert óriási igényei vannak. Nem sok hiányzott hozzá, hogy néhány vérmesebb drukker kiverje egy-két fogamat. Megkaptam a szokásos rigmust, hogy pénzéhes kurva vagyok, így aztán meg sem álltam Fehérvárig. Meglepő őszinte szavak ugye ismét, vagyis nálad már kevésbé meglepő, inkább a közegben meglepő. Én egyébként ezért továbbra is nagyon becsüllek téged, hogy ezeket ilyen őszintén elmondtad. Egy picit beszéljünk kérlek erről a helyzetről. Ugye adottak a tények, én mégis arra lennék kíváncsi, hogy képzeljük ezt el pontosan. Annyira nehéz nekem megérteni, hogy akkoriban az én kedvenc játékosom, és szerintem az egész tábor kedvenc játékosa, aki eredményes, jól játszik, saját nevelésű, nem tudja megtartani a klub. Én emiatt egyébként a klubra haragudtam, és nem rád, de ez ne rólam szóljon, meséld el kérlek te a saját álláspontodat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én is sokat tettem ahhoz, hogy ne akarjanak megtartani, de ettől függetlenül ugye számtalan olyan szituációt látunk mostanság is ugye a világfutballban, hogy lehet, hogy mondjuk egy edzőjátékos nem kedveli annyira egymást, de a csapat érdeke azt diktálja, hogy mivel egy jó játékosról van szó, ezért megtartsák azt az adott játékost. Én ezt hiányoltam, és nem fogom felmenteni magam, mert tényleg tettem azért, hogy Kisterek István, akkor így alakuljon a kapcsolatom. Én azt gondolom, hogy ahogy mindig mindennek két oldala van, és ő is, és én is hibásak voltunk ebben a dologban, hogy ez így alakult. És pont az, amit mondtál, hogy igen, a szurkolók szerettek, elismertek, saját nevelésű játékos voltam, ezért valamit ki kellett találni feléjük, hogy miért nem akarnak megtartani. Azt nem mondták, hogy nem mondhatták, hogy nem akarnak megtartani, mert akkor ugye az egy szurkolói ellenérzést váltott volna ki. Ezért inkább megpróbáltak előttük befeketíteni, és ez volt, ami igazán fájt. És az annyira jól sikerült, hogy egyébként nagyobb részben, most köszönöm, hogy itt nálad nem, de nagyobb részben az annyira jól sikerült, hogy még egy 2006-os Videoton Újpest meccsen is, ugye, amit akkor ugye Videoton játékosként a Vidi nyert 3-2-re, végén lecseréltek, és még akkor is baromi rosszul esett az, ahogy a szurkolók skandálták a nevem, ugye negatív értelemben, mert én mindig nagyon szerettem magát, a klubot és a szurkolókat is, úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, még akkor is, hogyha egy olyan helyre kerültem, ahol kvázi a nevelőedzőm Váridi Péter volt az edző ugye a Videotonnál, és nála lettem első osztályú játékos, tehát ő pontosan tudta, hogy kezeljen, vagy hogy tud engem motiválni, vagy a legjobb teljesítményen sarkalni, de mégis nagyon nehéz volt Újpestet otthagyni, elhagyni azt a közeget, habár addigra már azért annyira megromlott a kapcsolatom magával a vezetőkkel és a vezetőedzővel is, hogy akkor az egy megváltás volt. Emlékszem, hogy az utolsó mérkőzés volt az MTK meccse a Hungária körúton, és minden olyan játékos, az már ugye nem számított az a mérkőzés, minden olyan játékos, akinek lejárt a szerződése, és nem maradt, megkapta a lehetőséget, hogy elköszönjön a pályán a csapattól, egyedül én nem álltam be, és végignéztem azt a 91 néhány percet, úgyhogy az volt, azt hiszem, hogy az utolsó csepp, amikor tényleg eldöntöttem, hogy bármi lesz, nem maradok a csapatnál. Itt volt az, amikor azt Lezák Zolit a vállukon vitték a többiek, ugye, és zokogva köszönt el. Így van, akkor kerültünk ugye együtt Fehérvárra, én már amikor, és azt egy picit sajnálom, mert nekem a Zoli egy nagyon nagy mentorom volt, amikor ugye oda kerültem, ő egyből a szárnyai alá vett, és annál ugye rengeteg kép van arról a szituációról, hogy a Zolit ott tartják a tábor előtt a srácok,
de nekem annyira rosszul esett akkor az, ami történt, hogy akkor már az öltözőben voltam, sőt, már majdnem el is készültem, hogy elindulok hazafelé. Amikor ugye a csapat beért ezután az elköszönés után. Úgyhogy azt sajnálom, hogy nem maradtam ott, és nem ünnepeltem meg az Oli ugye újpesti karrierjét, vagy újpesti, hát akkor úgy tűnt, hogy az utolsó meccset, de hát aztán ugye fél évek később visszakerült Újpestre. Igen, és hát ez egy szomorú lezárása volt egy szép korszaknak. És tudod, mi az érdekes, hogy mikor készültem erre az interjúra egy pár nappal ezelőtt, akkor a párom megkérdezte, hogy és mit kell tudni erről a Terjék Lajosról, miért pont vele csinálsz interjút. Annyi meccset játszott, annyi gólt lőtt, és elmondtam neki, hogy figyelj, hát lőtt 37 bajnoki meccsen 8 gólt, és akkor ez nem olyan sok. Nem, de hogy tudod, hogy ő milyen gólokat lőtt, mit jelentett ez nekünk? Szóval annyira nem racionális az egyébként, hogy 37 bajnokit egy szezonban lejátszanak igazából. És oké, neked volt sérülésed, kimaradt majdnem egy év itt a 2000-es évek elején a karrieredből Újpesten, de hogy nem volt sok meccsed, nem volt kifejezetten sok gólod, mégis talán a lelkesedés olyan látszik, hogy számunkra ott egy annyira meghatározó játékos voltál, mintha valaki ötször ennyi meccset játszott volna le, vagy tízszer. Hát ezt köszönöm, mert igazából éreztem mindig, hogy az Újpest szurkolók szeretnek, de igazából ezt soha nem mondta ki senki nekem, hogy fontos szerepet töltöttem be mondjuk Újpesten az alatt a 3 év alatt, és ez jól esik, mert mindig szerettem volna nyomot hagyni azoknál a csapatoknál, ahol játszottam. Úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Az, hogy mondjuk a mérkőzés meg a gólmutatóim nem olyanok voltak, az azt hiszem, hogy az egész pályafutásomon látszik, hogy ugye Magyarországon voltam egyedül csatár. Aztán, ahogy Izraelbe kerültem, ott valahogy okosabban gondolkoztak velem kapcsolatban az edzők, és egyből az első pillanatban, ahogy megérkeztem Izraelbe, ugye visszaraktak szélsőnek, mert azt látták, hogy gyors vagyok, azt látták, hogy jól cselezek, és úgy gondolták, hogy onnan sokkal hasznosabb leszek a csapat számára, mint hogy háttaláljak a kapunak, mert ahhoz nincs meg a kellő termetem, ugyan soha nem voltam egy ilyen 100 kilós robosztus csatár, gyors voltam, oké, de inkább mindig akkor sikerült jól játszanom, ha volt mellettem egy mondjuk egy Kovács Zoli vagy egy Földes Gabi a Vidinnél, akik törtek, zúztak, és én pedig az oldalvizen mindig összeszedegettem a labdákat, és akkor tudtam szemből menni a védőkre. És ezt Izraelben az első pillanattól kezdve észrevették, úgyhogy onnantól kezdve én soha többet nem játszottam csatárt a pályafutásom hátralévő részén, tehát 2003-tól 2017-ig, sőt, miután ugye már idősödik az ember, és azért lassul, inkább beljebb raktak, mert a technikai képzettségem még mindig megvolt, nem volt már megvennem az a sebesség, mint korábban, de még mindig ugye oda tudtam rúgni a labdákat, ahova kellett, vagy ahova akartam, úgyhogy igen, ez olyan, mint mikor az idősebb játékosok a végén már belső védőként játsznak, mindegy, hogy előtte csatár volt, ahogy lassul az ember, kerül egyre hátrébb, és ez velem is így volt. Tehát igen, ezzel azt akartam mondani, ugye a meccs és gólmutatóim nem voltak olyan jók, de legalább annyi gólpaszt is adtam mellette. Tehát hogyha összességében nézzük mondjuk a gólpassz mutatóimat, akkor azt lehet szerintem látni, hogy nagyon sok az a gólpassz, és az nagyon sok az a gól, amiben aktívan részt vettem mondjuk egy évben, és az összgólokhoz képest is nagyon jó ez a mutató. Tehát nem rúgtam sok gólt, viszont mellette legalább ugyanannyi gólpasszt is adtam. Oké, hát a videó az újpesti időszak végére értünk, még egy pár kérdésem lenne, eddig nagyon jól csinálod, Lajos, nagyon jól kitartasz. A vidis időszakod
ha azt nézzük, csak a számokat nézzük, szerintem kifejezetten impozáns. Itt ugye 28 meccsen 12 góllal, ez rögtön az első éved volt, amikor az Újpestből átigazoltál. Ugye te is említetted, hogy Várhidi Petivel több volt újpesti játékossal játszottál együtt. Erről az időszakról egy picit beszélj, kérlek. Ugye Újpestről picit átvezetve egy nagyon nehéz érzésekkel jöttem el, ahogy beszéltünk róla, amiatt, ami történt. És aztán örökké hálás leszek Fehérvárnak, a fehérvári embereknek és a Vidinek is, mert az első pillanattól kezdve úgy fogadtak, mint egy fontos és meghatározó játékos, mint aki majd fontos és meghatározó játékosa lesz ennek a csapatnak. És igazából ennyi kellett ahhoz, hogy én jól tudjak teljesíteni, vagy jól tudjak játszani. Mindig akkor, és azoknál az edzőknél voltam képes jó teljesítményre, ahol feltétlen bizalmat kaptam. Tehát mindegy volt majdnem, hogy mit csinálok hétközben. Tudtam azt, hogy játszani fogok, mert képes leszek jól játszani, és ez a fiatal éveimben így is volt. Aztán természetesen, hogy külföldre kerül az ember, már nem így működik a dolog. Ott vagy beleállsz a munkába edzéseken is, vagy picsán rúdosnak úgy, hogy a következő géppel jössz haza. De Magyarországon ennyi elég volt. Hogyha tudtam, hogy bíznak bennem, és Váridi Péter olyan volt, aki bízott bennem, egyből jól tudtam játszani, illetve az a szeretet, ami a városban fogadott, az szintén nagyon-nagyon fontos volt számomra. Úgyhogy nagyon-nagyon hamar Fehérvárra is költöztem egyébként, tehát azt a 2 évet, amit ott játszottam, fehérváriként játszottam ott teljesen 100%-ig, és nagyon-nagyon jól éreztem magam a városban, olyan volt, mint a második otthonom, és ezért soha nem lehetek elég hálás a fehérvári embereknek, és magának a Vidinek is, mert nagyon-nagyon jó kis 2 évet töltöttem ott, boldog voltam. Terjék bent középen, jó csellel tartja meg, Terjék helyzetben, Terjék, óriási szóló, Terjék mellé! Fantasztikus helyzet az 5. percben, Terjék mindenkit kicselezett, a legfontosabbat azonban elhibázta. És eredményes időszakot is zártál, és 2 év után jött egy váltás, akkor az izraeli első osztályból hívtak. Ez egy olyan kérdés, amivel készültem. Ennél kíváncsi vagyok, hogy bele fogsz menni és beszélsz róla, tiéd a döntés. Ugye itt most, ahogy én visszaemlékszek ezekre az időszakokra, itt kifejezetten jól menő csatár voltál. Azt gondolja az ember, hogy ilyenkor logikus, hogy jön egy jó ajánlat külföldről. Izraelből egyébként ez meg is érkezett. Az izraeli foci egyébként mindig ilyen, szerintem ilyen sötét ló, akár a Ciprusit is ide vehetjük, hogy vannak jó évek, jó csapatok, vannak olyan időszakok, amikor kifejezetten sok csapat szerepel mondjuk a nemzetközi kupákban is. Én arra lennék kíváncsi, hogy anyagilag mennyire kedvező ajánlatot kaptál, tehát hogy arányaiban mennyivel tudott egy izraeli első osztályú csapat több pénzt adni, mint mondjuk egy Újpest vagy egy Videoton, és ezt még zárójelbe teszem hozzá, nem biztos, hogy mindenki emlékszik, azért ebben az időszakban kifejezetten sok anyagi nehézséggel küzdő, fizetési nehézséggel küzdő klub volt Magyarországon, szerencselovagok voltak a tulajdonosok, és a többi, és a többi. Tehát kíváncsi lennék, hogy mi miatt érte meg neked oda menni és váltani. Hát ez az a nyár igazából nem volt egyszerű. Egyrészt ugye lejárt a szerződésem Fehérváron, meg volt a lehetőségem arra, hogy kipróbálhassam magam külföldön. Ez is egy nagyon nagy álmom volt egyébként. Mindig úgy gondoltam, hogy a karrieremnek lesznek fokozatai, első lesz az, hogy az első osztályba be tudjak mutatkozni, habár pont azután, a fél év után Újpesten, az első fél évem után 99-ben decemberben kaptam egy ajánlatot Svájcból, svájci első osztályból, de nemet mondtam rá, mert nem éreztem magam készen arra, hogy külföldön megálljam a helyem, akkor még. És amikor jött a maga az izraeli lehetőség, kiutaztam Izraelbe, megnéztem a helyet, ahova igazolni fogok, aláírtam a szerződésemet, majd emlékszem, hogy aznap este ott Asdodban
a tengerparton egy bárban ültünk egy ital mellett az akkori ügynökömmel, hogy megünnepeljük az első külföldi szerződésemet, és emlékszem, hogy úgy beszartam, hogy pár napon belül fogom a kis cópmokomat, ott hagyom Magyarországot, a kis megszokott közegemet, a megszokott nyelvemet, amit stabilan nagyjából azért tudok beszélni, és nekem külföldre ki kell mennem, és meg kell állni a helyem, hogy pár nap után el kellett mennem nyugtatót venni, hogy lenyugtassam magam, annyira bestresszeltem ettől a szituációtól, és emlékszem, hogy az egyik nap kaptam kettő telefonhívást. Az egyik a Pető Tomi volt, ugye hát Tomi volt csapattársam Újpesten, ő akkor már ugye Bredában játszott, ő hívott fel, illetve a Sallói Pista hívott fel, aki hát ugye Izraelben egy hatalmas istencsászár, úgyhogy a Pistájára azért emlékszem jobban, mert a Tomi az egy picit nyersebb volt, és azt mondta nekem szó szerint, hogy pakoljam össze a kis bőröndömet, és takarodjak el ebből az országból, szó szerint. Viszont a Pista, aki ráadásul Izraelbe is játszott, ő azt mondta, hogy pakoljam be a bőröngyeimet, és menjek ki, és megtudom, hogy mi az, hogy igazi profizmus. És ez a pár dolog annyira megnyugtatott, hogy tényleg fogtam a kis bőröndömet, kimentem, és egy hónapon belül úgy éreztem magam, mintha már 5 éve játszanék ott. Annyira elfogadó, befogadó volt a közeg, annyira megszerettek. Természetesen ez azért kellett a teljesítményem is, már a felkészülési időszak kezdetétől, de egy hónap alatt feje tetejére állt az életem, és azt hiszem, hogy talán azt tudom mondani, hogy az izraeli egy év volt a legjobb évem a karrierem során. A itt ugye segíts légy a pontos kiejtésével a csapatnak, ugye ez az FC Asdod. Így van, Asdod. Aha, és itt 20 mérkőzésen egyébként 3 gólt szereztél. Milyen szempontból volt a legjobb éved? Mert például a fehérvári időszakod eredményesebb volt. Igen, de itt volt, ahogy mondtam neked, az első olyan évem, ami középpályásként volt. Aha. Ahol azért át kellett állnom fejben, hogy poszt, de azért itt sokkal többet. Egy szélső középpályásnak rengeteget, ugye 16-tól 16-osig mennie kell 90 percen keresztül, tehát azért ez egy olyan új poszt volt a számomra, amihez hozzá kellett szoknom, de végigcsináltam ugye egy Csank János féle felkészülést még mielőtt Izraelbe igazoltam Fehérváron, ugye amíg a szerződésem le nem telt, úgyhogy elég jó erőben voltam. Jani bácsinak még akkor megvolt a hosszú melegítő alsó felső nyári 40 fokos alapozásban alapozása, úgyhogy ott azért olyan erőben voltam, hogy ott le voltam szálkásítva rendesen, és még így is azzal a felkészüléssel kimentem Izraelbe, soha nem voltam én azt gondolom egy technikátlan játékos, de mondjuk egy bemelegítő cicánál 20-19-ben voltam. Tehát ott viszont olyan gyors volt a tempó, meg úgy passzolgattak, hogy azt sem tudtam, hogy először merre forgassam a fejem, tehát ez is hozzá kellett, fel kellett fejben gyorsulnom ahhoz a tempóhoz, de hála Istennek azért mindig olyan voltam, hogy elég gyorsan alkalmazkodtam a szituációkhoz, úgyhogy ez egy-két héten belül sikerült, és onnantól kezdve már minden sinem volt. Igen, nem elválaszolj, légy szíves. Én hallottam már ezt a Csank Jani mindig hosszúban edzeti a srácokat, hogy aztán meccsen rövidben felszabadult érzéssel, átütő erővel menjetek a pályára. Ez akkor működött? Feltéve, hogyha túlélted az edzéseket. Mert emlékszem, hogy az Attila, Korsos Attila akkor hagyta abba a futballt. Ezután, a felkészülés után sétáltunk be az egyik, ugye mielőtt én Izraelbe igazoltam, még akkor őnek is már lejárt a szerződése,
De ő még akkor úgy volt, hogy talán meghosszabbítja, és emlékszem, hogy az egyik délelőtt edzésre sétáltunk be, ami mondjuk olyan 9:30 kezdődött, 78 fok volt, melegítő alsó felsőbe, és hát megint nem szalonképes stílusban mondta, hogy akkor ő most ezt befejeztem, ez neki már nem hiányzik. Úgyhogy nem volt egyszerű, tehát lehet, hogy felszabadult volt, én nem tudom, tehát ez azt túlélni, azt a melegítő alsó felső tényleg nyáron, fú, medicinlabdával dobálózós 20 perces bemelegítést, az azért tényleg olyan volt, mint egy kiképzőtábor. Kemény, kemény. Ciprusról szeretnék kérdezni, hogy itt 2004 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal játszottál, itt élsz, itt ismerted meg a feleségedet, ha jól gondolom, akkor a kislányatok is itt született, igen. Tehát, hogy egész biztosan egy meghatározó része marad az életednek, bármi is történjen. Milyen volt itt a foci, hogy élted meg ezeket az időket, melyik csapat volt a kedvenced, mi ugrik be először, ha a ciprusi focista pályafutásodra gondolsz? Ezt is két részre bontanám, ugye maga a 2010 előtti időszakra és a 2010 utánira. 2004-ben, mikor ide kerültem, hát 24 éves voltam már, de még mindig fiatal ahhoz, hogy mindig azt mondták, hogy Ciprusra levezetni megy az ember, meg esetleg pénzt keresni. De talán én még beleestem az elején abban az időszakban, ami az volt, igen, amikor hát nem volt olyan magas a színvonal, nem volt kifejezetten gyenge, de nem volt nagyon magas. Aztán utána szépen lassan itt is rájöttek arra, ami hát most nem fog tetszeni, de már Magyarországon, de rájöttek arra, hogy nem biztos, hogy a helyi erőket kéne fontosabb pozíciókban foglalkoztatni, vagy nagyobb csapatoknál, hanem ha már Európai Unió van, akkor fogjuk meg a külföldieket, és tucat számba hozzuk ide. Csak ugye a különbség picit az, hogy nem mindegy, hogy milyen külföldit. Tehát itt azért jobban átgondoljuk azt, hogy milyen külföldit hozunk. Lássuk Ryan Mayé, ugye Ferencváros, ugye az AL-ból, vagy akár most mondhatnám ugye a Sallait, vagy a Szalai példáját is, akik ugye innen Ciprusra kerültek a Freiburgba és a Fenerbahçe-ba. Tehát kezd itt is most már a futball egy olyan szintet elérni, ahova érdemes befektetni, ahova érdemes gondolkodni azon, hogy eljön játszani az ember, mert nagyon jó színvonalú a bajnokság most már, egyre több olyan csapat van, akik nagyon közel vannak egymáshoz, most már legalább 6-7 idáig két-három csapat ment mondjuk a bajnoki címért, meg a kupa helyezésekért, de most már tömegével jönnek ide is a befektetők. Természetesen ebben benne van az is, hogy milyen a helyzet Nyugat-Európában, vagy éppen mellettünk a háború miatt. És úgy gondolom, hogy ha ez így megy tovább, akkor maga a keleti nyitás, vagy a keleti költözés az vonzóbb lesz, mert erre kevesebb a szar. És pont ez az, amit egyébként nagyon sok befektető úgy látom, hogy csinál, hogy igen, megpróbálnak errefelé jönni, ezért egyre több a pénz a futballban, egyre jobb a színvonal, és egyre jobb színvonalú játékosok vannak. Amin pedig számomra igazából megfejthetetlen, hogy amíg Magyarországon, nem tudom, 1, maximum 2 millió euróért vagyunk képesek eladni játékosokat, addig ugye a Sallai Roland mondjuk 7 millió fizetett érte a Freiburg, tehát itt képesek mondjuk már közel 10 millió euróért is játékost értékesíteni, ami azért nem semmi egy 1 milliós lakosú országtól, tehát az, hogy a ciprusi futball mennyit fejlődött mondjuk az elmúlt 18 évben, az egészen elképesztő. Tehát, de itt sem maga a helyi erők miatt, vagy a helyiek miatt, hanem felismerték azt, hogy bármennyire is zárt ez a közösség, kénytelenek külföldi segítséget kérni, mert ők nem láttak annyit, pont azért, mert egy zárt közösség,
ami által addig tudnák fejleszteni mondjuk a klubjaikat, vagy a futballjukat, ami elég lenne. Hány csapatos most a ciprusi első osztály? 14. Szerinted ott egy Újpest, most egy mondjuk egy aktuális Újpest, hanyadik helyen végezne nagyjából? Hát, nagyjából ott, ahol a bajnok, nagyjából azért szerintem ott, ahol a magyar bajnokságban. Az ilyen hatodik hely, középmezőny, igen, hatodik, hetedik hely környéken. De pont annyira lenne lemaradva mondjuk a top csapatoktól, mint mondjuk a Fraditól, vagy a Viditól. Most a Vidi nem ugye az előző éves teljesítménye, de mondjuk a két évvel ezelőtti Videótontól. Tehát igen. Talán nincs akkora költségvetése a top csapatoknak, mint mondjuk egy Ferencvárosnak. Egy Apoelnek mondjuk, ha a két top csapatot veszük, de valahogy ezeket a forrásokat jobban használják. Valószínűleg azért, mert most valljuk meg őszintén, itt gazdálkodni kell a pénzzel. Ugye semmilyen, a tévés jogdíjakon kívül semmilyen segítség nincs. Értem, hogy mire gondolsz. Oké, abból, amit elmondtál, vagy ahogy most beszéltél a magyar fociról is látszik, de én úgy is tudom, biztos forrásból, hogy követed jól a magyar labdarúgást folyamatosan, ugye? Igen, hát nagy a magyar tévén van, cipuson is, úgyhogy amikor időm engedi, akkor azért nézem a magyar meccseket, meg hát egyébként minden bajnokságot. A feleségem ezzel szokott általában ugratni, hogy nálunk hétfőtől vasárnapig futball van. Hát mondtam, hogyha nem tetszik, akkor vagy pékhez kellett volna hozzá menned, de ez természetesen csak vicc. Úgyhogy, igen. Gyors tesztkérdés. Az Újpestben ki játszik most 11-essel, ugye te volt messzámodban. Ki új. Ez úgy ki lesz, hogyha így bemondtad, hogy minden nap meccs megy, és nem tudok. Igen, de... Segítek egy kicsit, jó? Egy szerb szélső hátvéd. Igen. Bal szélső. Vagy bal hátvéd, ugye? Bal hátvéd, igen. Antonov, nagyon igen. Szép, oké. Szépen megdolgoztunk érte, és egy könnyebbet, hogy ki játszik hetesben. Hát ha még, nem tudom, hogy még a Krisztiánai a hetes szám. Ő, oké, na ezzel igen, visszamértük, hogy pont egyébként a Krisztiánról szó is volt itt nyáron, hogy ugye kevesebbet játszik most az Újpestben, és hogy tudom, hogy a sérülése után azért neki is nagyon sokat kellett újra építgetni magát. Mikor voltál utoljára Újpest meccsen, arra emlékszel? Ugye hát tavaly, ugye 21-ben még ugye otthon dolgoztam. Nem is tudom pontosan melyik meccsen. Arra emlékszem, hogy mikor még a Vasaspályán játszott most az Újpest, akkor azért elég sok meccsen voltam. De talán az utolsó olyan meccs, amin kín voltam, az Újpest-Kisvárda 1-0 volt a... Bajnoki meccs? Bajnoki meccs. 2021-ben, ugye? 1-0-11-es gól volt a magas csatárunk, aki nagyon használható volt. Játszott nagyjából 3,5 meccset, és... csak 11-esből tudott gólt rúgni. Megvan. Lassinatraoré volt. Igen, ő az. Ő. Na, látod, most te segítettél nekem, és így már megvan a meccs. Oké, egy pár gondolatot mondasz arról, hogy mi a véleményed a mostani, az elmúlt pár év Újpestjéről, van-e olyan játékos, akinek tetszik a játéka, esetleg van-e olyan játékos, akinek a játéka hasonlít a tiédre? Nekem az a problémám, és ezt sokat beszéltünk egyébként pont azzal a 98-as bajnokcsapattal, hogy nagyon-nagyon szeretném már azt az Újpestet látni, és remélem, hogy még, vagy nem is olyan sokára látok egy olyan Újpestet, ami tényleg a bajnoki címért küzd, mert egy Újpestnek a bajnoki címért kell küzdenie, maga a történelme miatt is, meg a játékosok miatt is, akik a történelmét alkotják. És nekem valahogy ez az utóbbi évek Újpestje tényleg ilyen se íze, se bűze csapat.
jönnek, mennek az emberek, igazából ahhoz se tudsz nagyon hozzászokni, hogy mi a kezdő 11, régen mondjuk évekig talán 3-4 változtatással mindenki el tudta mondani, hogy ki játszik egy csapatban, de mivel ugye a tulajdonos úr, és természetesen én nem akarok ellene beszélni, mert azt sem szabad elfelejteni, hogy annó, amikor ő átvette ezt a csapatot, akkor megmentette az Újpestet. De ahogy ő kezeli most ezt a csapatot, igazából pont ennyire érdekel engem is az, hogy milyen eredményeket hoznak, mert ennek nem lett más vége. Tehát ha valaki, a már az elnök így kezeli a csapatot, hogy tök mindegy, hogy hol végzünk, akkor maga a csapat is így fogja kezelni saját magát. És ezért nem nagyon, tehát nem, már nem elértem odáig sajnos, hogy nem hat meg az, hogy ha nyer, vagy kikap az Újpest, mert ehhez lettem hozzászoktatva az elmúlt években, ami azért egy nagyon nagy probléma, mert egy olyan csapat, aki a győzelmekhez volt szoktatva, meg azok a szurkolók, akik a győzelemhez voltak szoktatva, átélni ezt a mostani helyzetet, ezt ugye látom a média felületeken, az újságokban, hogy ez tényleg szomorú, és megértem őket, mert szomorú így látni ezt a csapatot, ezt a klubot. Tök, szinte egy az egyben ugyanezeket gondolom. Így nézőként kávé. És hogy tudunk mégis örülni? Milyen a szurkolói lélek, hogy egy apró siker, mondjuk egy kupa győzelem, egy derbin, mondjuk egy pontszerzés, hogy fel tudnak minket lelkesíteni, holott ez 15-20 éve, ez mi lett volna? Igen, és ugye pont ez a maga a futball szenvedély, és ugye erről is beszéltünk még az elején, mikor elkezdtünk beszélgetni, hogyha nem tudod azt élvezni, szenvedélyet csinálni, amit csinálsz, akkor képtelen leszel azt az eredményt, vagy azt a teljesítményt elérni, amit szeretnél. És ugye, amit mondtál, hogy igen, egy kupa győzelem is, vagy hogyha nem csak az Újpestről beszélünk, hanem mondjuk a válogatottról, hogy egy válogatott EB szereplés mit tud kihozni az emberekből, vagy az országból. És én ezért vagyok nagyon-nagyon mérges, amikor ugye közösségi médiában, vagy bárhol magát a futballt, meg a futballnak a szapulását olvasom, mert egyetlen egy sport sem képes annyira összehozni az embereket, vagy olyan eufóriát okozni, és természetesen minden tiszteletem mondjuk az olimpiai bajnok vízilabda válogatottnak, vagy ilyen világbajnok, olyan világbajnok embereknek, mert az, amit ők azért megtettek, hogy olimpiai bajnokok, vagy világbajnokok legyenek, az elképesztő, de mégsem tudnak olyan szenvedélyeket kiváltani, mint mondjuk egy válogatott, vagy esetünkben ugye az Újpest kupa győzelme. Úgyhogy a futball az mindig egy hatalmas közösségépítő lesz, és ezért sajnálom, hogy az Újpest nem tud a nevéhez méltón szerepelni, mert sokkal nagyobb tömegek tudnának mögötte lenni, hogyha egy pici siker érne újra a klubot. Én azt gondolom, hogy legalább annyi újpest szurkoló van az országban, mint Ferencváros. Természetesen a fradista barátaim azt fogják mondani, hogy dehogy is, hát sokkal több fradista szurkoló van, de én azt gondolom, hogy legalább annyi újpesti van. Azonban kezdenek most már eltávolodni ugye a sikertelenség miatt a klubtól, ami meg hát ugye egy újabb problémát fed fel, ugye itt a szurkolói hozzáállást, vagy mentalitást, hogy ugye nem csak a jó időben, vagy a jobb időkben vagyunk ugye a csapat mellett, hanem amikor szar, akkor is, mert ez a mi csapatunk, de hát ez már megint egy olyan téma, amiről nagyon sokat lehetne beszélni. És hát sokat beszéltünk eddig is, és elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogod szumázni, összefoglalni. Hát én ezt írtam le magamnak, hogy és kicsit irodalmisan felolvasom, hogy végezetül mit gondolsz, hogyan állnak fel a nézőink, miután megnézték ezt az interjút,
milyen játékos volt, és milyen ember most Terjék Lajos? Fú, ezt két részre bontanám, mert most az utóbbi 4 évemben, amikor otthon voltam, akkor belefutottam ebbe a dologba sokszor. Igazából azok az emberek, akik ismertek engem játékosként, mondjuk Újpest játékosként, vagy Vidi játékosként, ők még mindig azt gondolják, hogy én az az ember vagyok, az a 21-22 éves ember, aki akkor voltam. Holott ugye hát most már idén 42 leszek, és nagyon-nagyon sokat változik az ember, ha másért nem, akkor tapasztaltabb lesz, de azért én próbáltam maga a személyiségemet is fejleszteni az idővel, tisztában voltam a saját gyengeségeimmel, plusz hát sokszor rosszul esik, de azért a feleségem szembesít is a gyengeségeimmel, és akkor ilyenkor megpróbálok azért jobb lenni, vagy megpróbálom bizonyítani, hogy nem vagyok annyira gyenge. Úgyhogy Magyarországon még sokszor azt gondolják, hogy az a fiatal, celeburdi, idióta ember vagyok most is, aki voltam. Itt már egészen másképp gondolnak rám. Itt azt az embert látják, aki igazából most vagyok, de hát nekik egyszerűbb dolguk van, mert minden nap látnak, úgyhogy tudják, hogy nagyjából hányadán állhatnak velem. És nagyon nehéz kilépni otthon abból annak a fiatal srácnak az árnyékából, és valószínű, hogy ezért sem tudtam feljebb lépni, meg otthon maradni Magyarországon, mert még mindig azt gondolják rólam, ami akkor voltam, úgyhogy nem volt könnyű ez a 4 év otthon, attól függetlenül, hogy rengeteg barátom, inkább azt mondom, ismerősen van, mert ugye barátja azért nem sok van az embernek, főleg, hogyha lent van, akkor aztán igazán meglátszik. Tehát rengeteg ismerősöm van, mégis elég magányos 4 év volt ez. Pont azért, mert úgy éreztem, hogy nem értik, amit mondani akarok, mint hogyha más nyelven beszéltem volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon azt látják, aki voltam, itt meg azt, aki vagyok. Hát köszönöm szépen az összefoglalást így a végén, és nagyon szépen köszönöm neked az interjút. Szerintem egy csomó érdekes, egy csomó annál izgalmasabb, és számomra, de szerintem azért sok más szurkoló számára is egy csomó ilyen romantikus, kicsit megható gondolatot meséltél el. Megmondom így a végére, hogy én egyébként nagyon izgultam, keveset aludtam, ahogy tudtam, hogy interjú, ez tényleg nem tudom mihez hasonlítani, amikor valaki találkozik, még ha így Ciprus és a budapesti 20. kerület között is, de találkozik gyerekkorik példaképével, úgyhogy nekem ez nagy élmény volt ez a beszélgetés, és bár az első ilyen interjúm volt az életben is, szerintem jobb interjú alanyt nálad Bakker kívánni se lehetett volna. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm neked. Én köszönöm magát a lehetőséget, én is élveztem minden pillanatát, szeretek olyan emberekkel beszélgetni, sőt egyébként dolgozni is, és próbáltam ilyen embereket magam köré gyűjteni, akikkel hasonló a gondolkodásunk, meg legalább ugye stílusban hasonló a felfogásunk, úgyhogy én is élveztem, köszönöm szépen minden percét. És hát nagyon sok sikert kívánok neked, Lülü. Régi becenevedet használod egyébként még ezt? Vagy hát még otthon még nagyon kevesen előfordul, hogy hívnak. Így hívnak ugye régi csapattársak, de nem most már nem jellemző. Szóval sok sikert kívánok neked mind a csapatodnál, mind a magánéletben. Titkon én nagyon szurkolok neki, hogy akár még az Újpesttel a te karriered valahogy valamikor egy szebb, sikeresebb, boldogabb időszakban összefonódik, nem csak veled, hanem mondjuk a régi játékos társaiddal is bízunk benne, hogy találkozunk. Kedves nézők, titeket pedig kérünk a szokásos dolgokra, osszátok a videót, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, ha tetszett, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltatok erről a beszélgetésről,
és esetleg adhatok ötleteket, hogy kivel hallgatnátok meg még további interjúkat. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt az adást. Hajrá magyar foci, hajrá magyarok, sziasztok! Jó az indítás, Terjék veszi nagyon szépen át, Terjék! Gól 3-0! Gyorsan változnak az jó csere volt, Terjék! Új arcok és új emberek. Az Újpest második félidőbeli mezőnyfülénye most már egyértelműen a kifejezésre jut. Terjék beáll, üdvözségünket. Nagyon szép az indítás, és ő jól veszi át, ezzel mindjárt tisztviselőbe kerül. És megint jól lép ki a jobb oldalon, bent középpen a társ, és Terjék szerzi az Újpestért. 32. percben Kovács Balázs felfűzi névokon Kovács Péter. Okosan teszi középre a labdát, és Terjék a labdát. Lazák mellett. Gól! 2-0! Ábrahám tovább engedte az akciót. Gorsak változnak az idők, új arcok és új emberek. A játékvezető azokat tovább engedi. Körülbírálja a partjelzőt, Georgiut, aki jelzett, és a végén Terjék a gólszerző. Terjék gól! Egyenlít az Újpest, 7. percig. Terjék egyenlít.